Megerőjettem! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Képen jelentkezik a következő csodálatos Seven Days to Die-jal. Ma be kellene fejezzük mindenképpen ezt a bázist, amit létrehoztunk, és nagyon sok ötletem van ezzel kapcsolatban. Tegnap éjszaka vettem föl az előző részt, és ma van, tehát gyakorlatilag nem telt el fél nap, hogy már ne csináljam a következő részt, emiatt nem olyan túl sok komment érkezett az előző rész alá, de azért néhány igen. Például nagyon tetszett az a komment, amikor írtátok, hogy, vagy írta valaki, hogy betrollkodott egy darab kő az inventorimba, és azt elhoztam egy darab követ egy szloton az Isten háta mögő gyerekek, úgyhogy az elég érdekes volt. Na gyerekek, viszont kellene nekem itt egy kicsi helyecske, úgyhogy hova tűnt? És hova tetted? Itt van az augerem, és megyünk csinálni a dolgokat, mert nagyon nem érünk rá a gyerekek. Kitaláltam egy-két dolgot ám ezzel kapcsolatban, hogy mit lehetne itt még kihozni ebből az egészből, de majd mindjárt fogunk arról beszélni. Várjál, üzemanyag az a motorban van, ugye? Hát nem élem. Várjál, nincs nálam üzemanyag, de van nálam 9300. Csinálunk egy bányát, legalábbis nem igazából bányát, hanem egy külszöni fejtést, ahonnan mindent is ki fogunk nyerni. Sajnos nem annyira hatékonyan, mivel nincsen skillpontunk rárakva, de azért valamit majd okozunk. Ej, nincsen meg az izé! Nincsen meg az a zsák! Benne maradt a Parkside! Izé, tudjátok, leütöttem azt a zombi valami csodát. Ó, jönnek a zombik! Azt a zombi medvéd, vagy zombi farkast, és benne maradt a Parkside. És ezt nem nagyon vettétek észre, Ferike vette észre, hogy jé, benne maradt a Parkside a cuccosba. Úgyhogy várjatok, viszont, bazze, jaj, de hülye voltál. Jaj, de hülye voltál, Keeper. Kellene csinálnunk nyomítókészleteket, mert arra szükségünk lehet. Jaj, de jó, hogy ez itt van. És még vasra lenne szükségem, ami hunavas. Hunavas, várjál. Repair hitet kell csinálni. Betrökkőte a Keeper. Lehet, hogy veszünk vasat, nem szórakozunk. Nem most raktam ki, ugye? Nem raktam ki vasat valahova? Hoztam az összes izét, nem kettő darabot hoztam. Nincs is sehol vas, nem azt akartam a következőt, meg itt van a vas. Úgyhogy meg vagyunk menve, csinálunk néhány darabot, mert erre szükségünk lehet, és igazából random dolgokat még kirak a Keeper. Talán most nem fog etörni a lábikó. Jaj, bocsánat egyébként, küljet azt nem, hanem jó, ezt igen. Igen, be kellene fejezni a bázist, meg kell csinálni mindent. Úgyhogy így készüljük, gyerekek. Jaj, nagyon szépen köszönöm, írta valaki, hogy a kommentekre reagálnék itten még. Írta valaki, hogy igazából történhet olyan, hogy tönkre megy a drón. Vele úgy történt, hogy egy ötös, tírkötös questet csinált, és gyakorlatilag leverték, és leesik a földre akkor, és úgy kell megkeresni. Szóval nem tűnik el végleg, de azért kellemetlen tud lenni a szituáció. Na. Vágjunk fát is, hűvös halomba. Fényesül a görcse sikongva. Ez egy, nem is tudom, József Attila vers részlet volt, úgyhogy egy kis, egy kis edukáció is itten már meg is történt. Lássátok testvéreim, Keeper azért itt ellát benneteket mindönne is. Sorry, de nem leszünk valami hatékonyak, de egyébként fából nem is kell olyan rohadt sok. Igazából azért takarítom itt ki a fát. Mert a Keeper, de mondjuk kell fa is, mert ugye abból is upgrade-elünk. Mert ugye itt fogunk külszíri fejtést végezni, nem akarom gameplay-en kívül. Bocsánat, úgyhogy itten fogjátok ezt megtekenteni, ahogy Keeper szenved, mint a pelátos macskája. Jó, a Parkside-os csavarbehajtó benne maradt az élőlénybe. Úgyhogy, sorry. Együnk is egy kaját, talán az még jobban segít rajtuk. Nagyon sok ötletem van még, hogy mit szeretnék megvalósítani. Így izé szempontjából, bázis szempontjából, tök jó dolgok lesznek itt még. Gyűn a kutya. Megy a kutya. Olyat rávertem. Köl minden alkató velem, úgyhogy mindent is ki fogunk nyerni. Ja, mindjárt itt nekiállunk augerelkedni. Pár darab fát kivágtunk, és akkor csinálunk itt egy ilyen külszíri fejtést, amely nem lesz egy nagy megfejtést, de a semminél jobb lesz. De várjál. Nem mondod, hogy kiraktad a izét, a bőzint.
Jaj, Moré, hát azért nagyon hülye a keeper. Ja, egy kicsit fel vagyok pörögve, most értem haza a munkából, de körülbelül így leszortam a gunyákat magamról, már neki is állt a vitter izéli, hudzutkodni, mert nagyon-nagyon rá vagyok függve, hogy én ezt itt akarom csinálni. Már nincs-e törve lábunk? Nincs-e törve lábunk. Kiraktam az üzemanyagot, azért megoldottam a problémát. Hun van a izé, javító készlet. Még mindig csinálja? Hova tette? Ja, ide teszi, 16-osom. 16 darab van, van belül bőven. Jó, szuper jó dolgok lesznek itt még gyerekek máma. Úgyhogy készülhettek. Az építkezések kívül is. Na, mennyi megy bele a tankjába ennek? 300. Egy pár tanka kigyobunk szerintem. Arra gondoltam, hogy itt a mögötte itt fogunk izélni, áskálódni, mert itt van egy csomó hely, meg erre nagyon nem járok. És akkor nem nagyon fogja bezavarni itt a keeper. Úgyhogy adjál neki, Sanyi, végig darálunk. Hát ezt jó, mert húzni neki, kö neki, aztán adjál neki. Gyuna kül, meg gyuna minden. Baza, innen várjál, nem, itt lét nem tudok bányászni? Akkor az nagy buli lesz. Ugye arra kell figyelni, hogy folyamatosan javítgatni kell, szóval ebben lesz egy nagy trúváj, megfejtés. Ja, hát itt a homok, nem tudom, a lejjebb esetleg. Na, az oké, hogy lesz kövem annyi, mint a sár, de azzal nem megyek sokra. Oda-vissza külszíri fejtés, csináljuk mind az őrület. Itt leássuk baza izéig. Az alapkőig szerintem, amire eleget ki fogok ásni, de egyébként nem. Szerintem azért gyorsak leszünk, mint a távirat. Basszus, tegnap Sanyi, képzeljétek izét, elkapott egy sünit. Arról jut eszembe, mindenre ráveti magát, múltkor kiszedett a földből egy vakondot, meg már igazából kigyóval is küzdött, mindenféle dolog történt az életébe. És most meg nekiugrott egy sülinek, és ráharapott, és basszus, úgy fájt neki, hazáig futott a kutya. Mármint, hogy pórázom volt. De basszus, hazáig rohant, meg rét. Én megmondtam neki egész végig az igét, hogy hazaérünk, még el is verlek, testvérem. Na, azért ezzel lehet így izélni, szörözni dolgokat. Jó van, köszi szépen, hogy meggyűjtél. A kis hugocskár is megérkezett. Hogy? Meg még 2000 darab zombi biztos. Hát, nem vagyok boldog, de olyan nagy problémákat nem tudnak okozni nekem be a zombik. Az a rohadt nagy szerencsénk. Egyébként ez az Auger téve, ez tök jó, nem srácok? Látjátok, hogy így konkrétan folyamat tudod tolni neki, sztaminát nem eszik, csak üzemanyagot. Azt meg veszünk, meg szerzünk, meg akármicsoda. Na, van még? Vagytok még gyerekek? Ej, a sikító zombi! Nem érek most erre vár egyébként nagyon. Hű, az nagyon jó lesz egyébként, hogyha el kell benne vizét klét szedni máshova, mert akkor az nem fogok örülni. Ugye ezzel azért lehet aprítani. Csak tényleg az, hogy elég gyorsan romlik az állaga, de hát azért valahogy kibírjuk. Csinálunk itt egy ilyen kocka, vagy négyzet, vagy téglatest, vagy milyen téglalap alakú külszíni fejtést. És akkor itt elég sokat ki tudunk szedni alapanyagot. Már is van 1100 kövünk, nem tudom, szerintem egy a minimum egy 5000 kő azért kellene, meg akkor clay is kellene, nem tudom, ennél lejjebb. Valami ordét. Ja, hát itt zajlanak az események, de semmi probléma, mert legalább lesz ez egy XP-nk. Hogyha ilyen zombi élőlényt látunk, akkor mindenképp ki kell nyírni. Dobja a jó jobbnál jobb cuccok a gyerekek. Na. Itt tényleg akkor körbeérek. Körbeérek, aztán akkor utána megyünk lejjebb. Hát ezzel lehet, baromi gyorsan lehet szedni, ugye? A bányászat itt egy kicsit megkönnyebbülős dolog lett. Szóval de tényleg nem akartam már gameplay-en kívül, meg itt úgyis szétrondítjuk a területet, akkor látjátok, hogy itt
miért van szétcseszve, hogyha erre közlekedünk. Ugye ott a bázisomnál azt szoktam csinálni, hogy el szoktam menni a izéig, az erdő széléig, és ott van szét turva egyébként. Azt, hogy ne lássam, de hát most figyeljetek, ez úgyis egy ilyen wasteland kategória, hát hadd legyen, szeretik a puják. Mármint, hogyha szét van cseszve, annyi baj legyen. Ja, hát itt 6000 követ ilyen pikpak össze tudsz szedni. Pár perc alatt. Ja, nem is annyira roggálódik, úgyhogy tök jó. Amikor gameplay-en kívül gyűjtögettem, akkor azt csináltam, hogy ástam meg, csákányoztam. Nem akartam ezt használni, de azt a jó hülye volt, mert igazából van elég üzemanyagunk, meg minden, szóval nem problém. Ja, itt az a gond, hogy homok is jön, és a homok, mondjuk a homok meg jó lesz a izéhez, majd a betonhoz. Szóval minden rendben van. Ugye tudnánk egyből csinálni betont is, betonblokkot, csak akkor nem tudom átrendezni, meg nem upgrade-elünk, nem kapunk free XP-t belőle. Úgyhogy lehet, hogy az lenne jó, hogyha inkább azt csinálnánk. De figyeljetek, lehet, hogy el kell mennünk egyébként majd valami normális helyre klét szedni. De szerintem legalább egy ilyen, egy ilyen 6000-es pak követ ki kellene gyorsan fajkónunk. Fejben megvan minden, hogy miket akarok csinálni. Gyerekek, olyan ötleteim vannak. Meghaltok, hallott, nagyon durvák. Várjál ilyen. Megpróbáljuk lejjebb, talán akkor ott van clay. Itt soha nem ástam ugye ezen a részen. Szóval fogalmam sincs. De lehet, hogy itt nincs is clay. Nem tudom, Wastelandben nagyon nem is telepettem le hosszú távon. Mármint, hogy ott építkezzek, szerintem abszolút nem volt olyan. Ja, egyébként Zsolt Zsebő Zsolt, azt hiszem. Én remélem, jól mondom a nevedet. Ő írta, hogy mindig azt csinálom, hogy tök jó, építek egy bázis, és azt mondom, hogy szar, aztán elköltözök. De egyébként írtam is neki, hogy nem azért költöztünk el az előző bázisra, mert szar volt, sőt, nagyon is jó volt, meg tényleg nagyon tök véded volt, tök szuper volt, meg minden szuper volt vele kapcsolatban, hanem ugye azért költöztünk el oda, mert tier 6-os questek nincsenek ott, és az a, nem nagyon sokra megyek akkor, hogyha nincs. Na jó. Itt a külszíni fejtést megálltjuk. Nézzük, hogy néz ki az, az egész. Ezen a környéken nem járok, aztán kész. Vagy majd kikerülöm. Meg jó, mert rá se látok nagyon erre a dologra. Engem zavar, hogy szét van cseszve egyébként a terület. De most ugye muszáj. Már van 3000 kövünk. Nincs is semmi kiléjem. Az abszolút nincsen, hallod? Nagyon durva. Jó, ezt betrekkelem. Ezt akkor tudom kb. Mennyi lesz, ugye? Mindenből egy kell hozzá, szóval tényleg nem egy nagy eresztés megcsinálni. De azért 6000 darabot szerintem jó lenne csinálni. És akkor abból fúra el tudjuk készíteni a bázisunkat. Az bőven elég lesz. Nem is tudom, valami 3000-et szedtem először afkolva. Gyakorlatilag ennyit, mint most van. Aztán majdnem fölépítettük egy csomó viddert, nem srácok? Lehet, hogy azt kérem, hogy egyen lejjebb majd lemegyek. Megnézzük, hogy ott mit ad. Ugye itt konkrétan azért nem ad clay-t, mert ezek ilyen romok. Amik így össze van dőlve egy az épület. Egy összedőlt épületeknek a romjai. Látjátok ilyen téglák, meg ilyesmik vannak így megúrva. Ja, képzeljétek, kitaláltam azt, hogy hogy tudunk kijutni nagyon gyorsan a bázisunkból. És gyakorlatilag akár több helyre is úgymond idézőjelesen teleportálni tudunk, de arról majd el fogom mondani, hogy mire gondolok. Most nem akarom így elmondani hirtelen, de egyébként nem hangos a játék, ez remélem, hogy azért hallható, amit mondok el. Lúg rendesen, nem? Nehogy az legyen, hogy nem hallok ezt belőlem semmit. Ja, hát egy 6000-et összekapunk.
Az a Jaugerrel egy kicsit élvezetesebb ásni, mint csalkágyozni, de gyerekek. Faszó! Egyébként milyen magasan vagyunk? Mert igazából 34, ugye 30, nullán van a izé a alap. Szóval 30 méterre le tudnék ásni. Úgy látom, hogy itt... Várja? Aha, lehet, hogy lesz clay alattunk. Aha, jó, akkor lejjebb ásunk és meg lesz a clayünk is. Úgy látom, 3 blokk mélyen már clay jön. De nem tudom, hogy mennyi. Mennyire jól fog jönni. Ugye visszajövünk ugyanannan a soron. Üzemanyagot lehet, hogy meg is fogom venni. Meg ugye... tudunk készíteni ilyen palából. De egyébként nem kell olyan túl sok alapanyag. Mert hogyha kész ez a bázis, akkor onnan már nem fogunk. Nem fogunk nagyon sokat építkezni. Szóval ne arra gondoljatok, hogy most olyan rohadt sokat kére bágyáztuk. Azért már nem is raktam ugye a pontra. A Minor 69-re, meg a többire. Tudom, hogy több alapanyag jönne, meg gyorsabban. Akár Augerrel is, de meg, hogyha itt lenne például a izém, az is jó lenne. Ugye a Minor szetem, de már konkrétan nem sok minden fért be nekünk. Ugye az 4 slotot foglalt volna, hogyha azt is elhoztuk volna. Ja, visszajövök ugyanezen a soron, aztán akkor már izét szedünk, szerintem clayt. Jó lenne, hogy nem kéne elmenni messze. Egy kicsit idegesítő lenne. Na várjál, meg kéne ezt javítani. Egyszerű, végig megyünk. Nagyon ez jó van. Sőt, itt már csak clay jön. Ez tökéletes. Nem, nincs belekeveredve homok, meg ilyen hülyesége. Tökéletes, rácok, tökéletes. Szuper! Hát figyeljetek, mennyi izénk van, mennyi kövünk van? Van 5400 kövünk, van ilyen cobblestone-unk már. És akkor el kellene kezdeni cobblestone gyártást, mert ugye rengeteg kell. Szerintem legalább egy ilyen 4000 darab biztos, hogy kell, vagy több. Vagy inkább 5000 darab, szóval akkor még nyomjuk neki mindössze, sügetek exet, jó? Jó, mert igazából az oszlopoknál majdnem minden föl van építve. Kettő oszlopnál csak a külsejét kell, de arra rá is látunk egyből majd. Hát az auger azért az egy nagyon hálás dolog, tök jó, hogy ezt bemákoltuk. De én arra gondolok, hogy ezen a helyen, ugye ezen a baselandben, itt olyan brutál útok lesznek, rengeteg cuccot tudunk majd mákolni. Várjál. Ó, hát jöhőre ez, látjátok? Nem kell megijedni nagyon már a bányászottól. Tudom, nem a legizgalmasabb dolog, számotokra főleg, én el vagyok vele. De valamiért, meg hát azért egy sokkal könnyebb, mint régen, ahogy működött ez a dolog, tudod. Na figyelj, még egyet húzunk. Ugye most már tényleg izére lenne szükségünk. Clayre, jó sok clayre. Ó, itt lehet itt mindent is szerezni, tök jó. Meg egyébként itt vasat is tud szerezni, mert ugye van ez a rengeteg roncs. Mármint ilyen... mi az, minek nevezik? Hát ilyen, mint egy ilyen vasbetonok, tudod? Vagy pedig ilyen... Úgy nézzek ki, mint a tankagadályok. Azokat ki augereled, aztán akkor jön a vas. Bár mindent nem tudsz szerintem bányászni. Tehát nincsenek ezek a tipikus jelelőhelyek, ilyen ércelelőhelyek, mint például, nem tudom, nitrát, meg ilyesmi. Ja, Zsoltsebő viszont egy dolgot mondott, ami tényleg tök jó ötlet, hogy azért lehet, hogy vissza kellene menni majd egyszer a cuccainkért. Sőt, akkor úgy kellene menni, hogy a
mind a két árust, ugye, tradert, amelyik útba esik, akkor azt meg tudnánk esetleg látogatni. És akkor meg tudnánk venni tőlük a jó dolgokat, vagy éppen amire szükségünk van. Egyébként mivel itt rengeteg loot fog esni, én úgy gondolom, hogy rengeteg pénzünk lesz, mivel ugye nagyon sok mindent el fogunk tudni adni. Például jönnek a nagyszintű fegyverek, vagy akár nagyszintű szerszámok, vagy armorok, azokat tök jól el lehet, tök jó pénzére el tudjuk nyomni, ugye. Úgyhogy lesz egy csomó zsetonunk. Na várjátok, nekiállok Tamák Cobblestone csinálni. Ó, jön ez gyerekek. Kicsit lassan csinálja. Régebben egyébként jött XP abból is, hogyha bármit craftoltál inventoryba, most érdekes, hogy már az így megszűnt létezni, nem srácok? Most arra gondoltam, hogy így végigfurom. Ugye a felső réteget elengedjük, ahol a kő van, egyelőre. Meg régenben valahogy, lehet, hogy volt egy olyan időszak szerintem, hogyha kiütöttél valamit, utána úgy fel kellett venni. Tehát nem úgy volt, hogy egyből inventoryba került, hanem össze is kellett szedned. Emlékeztek arra? Fát is például kivágtad, akkor ott maradt a helyén a faanyag, és azt így össze kellett szedni, ilyen tuskó formájába mutatta. Emlékeztek arra? Annyi minden változott, és emiatt is nem találom néha a helyemet. Például ugye kerestem ezt a jail, vagy nem is tudom, hogy nevezik, börtönajtót, tudjátok. És azt konkrétan régebben lehetett craftolni, arra emlékszem, 100%-ig, és most meg például abszolút már nincsen, az a jail door, vagy mi a franc volt az. Érdekes, hogy ilyeneket kivesznek, de ezt nem tudom, hogy egy ilyen itemet például, mint az a rácsos ajtót, azt miért veszik ki. Azért szerintem az egy tök jó dolog, meg igazából nincs benne semmi olyan, mit tudom én, cheat, amivel bármit ugye elérhetsz, nem tudom. Nem tudom, ezt miért gondolják úgy, hogy azt ki kell venni ő. Jó van gyerekek, ez tök jó. Lehet, hogy el is fogok menni kezdeni építkezni. Mert már rengeteg van. Ó, ez nagyon jó. Nagyon brutális, ezt imádom. Ez nagyon jó ez a cucc. Ez az auger az egyik leghasznosabb dolog. Sőt, azt hiszem egyébként a falvágásnak is neki tudsz vele ugrani. Bár annak nem valami jó a hatékonysága, ugye van külön láncfűrész a játékban. Hát ez tuti biztos vagyok benne, hogy itt pár részen belül, most nyilván nem akkor, amikor építkezek, de amikor el fogunk kezdeni benni lootolni, tuti, hogy izé lesz, srácok. Figyeljetek, lehet, hogy azt fogom csinálni, mennyi ez? Jó, el is fogyott a kő is. Hogy majd betont is kéne csinálnunk. Ugye ahhoz meg kő kell, meg homok, ha jól tudom. Ugye a követ azt hiszem ki kell olvasztani cementnek. És tök jó, mert itt igazából homok is jön, úgyhogy ez tök jó. Ez nem tetszik nekem ez a hely. Ez egy hasznos dolog. Jó, szerintem elég is lesz egyelőre ez. Figyeljetek, csináltam ide egy ilyet. Ezt kiszedem a francba majd az egészet, aztán akkor így valamennyire így értelmesen néz ki. Ja, viszont lehet, hogy fából kevesellünk, vagy kevesek vagyunk. Lehet, ez ilyen fót nem hatékony. Az a baj, ugye fára is kell upgrade-elnünk. Láncfűrésznek tudnék örülni. Meg egy Parkside-nak, milyen hülye kítor, ott hagyta a Parkside-ot. Ugye az ilyen izék kocsi szétszerésre, vagy ilyen különböző dolgok szétszerésére szóval. Azt hiszem az a leghatékonyabb módja szétszedni a dolgokat. Oké, babáim, megyünk, jó? Babácskák, csapjuk neki. Építkezünk, jó? Föl kellene upgrade-elgetni. Új, itt is van egyébként még is ilyen. Úgyhogy ezt nem is kell most csinálnom. Van már is 1000, meg összesen lesz 1600, 2500, lesz vagy mit tudom én 4000 darab cobblestone-unk, úgyhogy látjátok, hogy azért haladunk.
Először megcsináljuk a felső részt, és utána fogjuk felupgrade-elni az alsókat, mert igazából úgy gondolom, hogy ez bőven elég ez a ez a ez a ez a ez a ez a, ez, a, ez, a, ez a, na, tudjátok, hogy mit akarok mondani. Ez a statikailag megfelelő ez a dolog. Zombi, bármilyen medve, akármi látunk, akkor azt nagyon kell lőni a picsába. Szükségeltetik az, ahhoz, hogy... Júj, de jó, végre építkezek egyébként, ma is munkahelyen egész végig azon gondolkoztam, hogy miket fogok kitalálni, és találtam ki olyan dolgokat, amik merőben szerintem újító jellegűek, olyanok talán, amiket még nem is láttatok máshol ebbe a játékba. Most ezt halál komolyan mondom, lehet, hogy arra gondoltok, hogy mit beszélek össze-vissza, de van egy olyan érzésem, hogy ez így is fog lenni. Először a padlót kellene felupgrade-elni. Ja, várjál! Ha izé nincs felupgrade-elve sehol. Bazze, hallod? Nincs felupgrade-elve izeink? Ezek? Hát akkor az nélkül az cseszhet, hogy a keeper, hallod? Úgyhogy akkor valamit itt ki kell találni. Megint izé, megint itten szenvedtethetem magamat. Csak megint lenne szakadja. Sagyibá, megint itten probléma van. Föl kell upgrade-elni ezeket. Hát azért anélkül... Ja, meg itt akkor alulról is föl tudok upgrade-elni, ez tök jó. Ja, de itt tuti, hogy le fogok esni. Nem. Jó, várj, elérünk addig esetleg? Nem. Odáig. Jaj, de jó! Mákunk van. Kezdjük így belülről. Ugye arról beszéltünk, hogy... Nem ártana. Figyeljetek, nincs nálam a beton? Nálam van a beton, hogyha jó óvatosba. Különben az is megy a levesbe. Ú, de jó, messze fel tudok pattintani elhozzá. Szintet léptük, ezért jó egyébként így építkezni. Megvan a szintlépésünk, és most lehet, hogy gyűlöli. Nem! Nem fogunk tudni a Lucky Looterre rakni, pedig arra akartam, móre. Mert ugye a Lucky Looter, Treasure Hunter nem érdekes. Lucky Looter. Mert ugye ennek kettes szintűek kell lennie, de akkor napunk rá, jó? Mit ad ez esetleg? Jó, van igazából van olyan dolog, amire pakol. A Lucky Looter ezt fel akarom húzni. És gyorsabban lootolsz, és 10% loot bónusz kapsz, úgyhogy ez kurva jó. Na, de ne húzzuk az időt. Csináljuk ezzel a dolgokat. Na, ezt tök jó, meg tudtuk innen csinálni. Vissza tudom így szedni okosba. Úgy. De ezt pont nem is kellene volna visszaszedni. Nem megyünk ára is-e? Aztán akkor, hogy meg tudom csinálni mind a négy sarkot, azt a hama gyorsan meg lesz. Srácok. Érted? Vágott csótány. Te. A legalját nem engedi. Még kijebb kellene menni, de aztán úgy fosok, mint a állat, hogy lezuhanunk. Csak ne jöjjön zombi ilyenkor, mert most itt mondjuk nem észlelnek szerintem, de akkor is azért kelevetlenre, hogy itt a rohangálnának. Csak nehogy összeburuljon, hogy ott a toronynak a külső felét nem upgrade-eltem fel. Most kattogatok, mert nem akarom ellőni a betont, mert ugye a beton is nálam van. Hanem majd esetleg olyan frekventált helyekre akarom ellőni, ami fontosabb, mondjuk a rács, tudjátok, ahol a... Vagy pedig ugye a lépcső, amik tényleg elengedhetetlenek a túlélés érdekébe. Szereti kapuják. Viszont tudod, mi a baj? Itt ezt is meg kéne csinálnom. Mert ugye lehet, hogy fölülről nem látok rá, azért,
Mert ugye ott van, rá van építve konkrétan. Ja, lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy így felupgrade-elgetem itt is. Egy tök jó rallátok. Jó, addig még el is éltünk. Oké. Okay. Ez itt megvan, mehetünk a következő sarkokra. Sarkokra. Viszont... Tudod, mert ott már ráépítettem egy sort, nehogy az legyen, hogy emiatt maradnak olyan blokkok, amit nem tudok felupgrade-elni fölülről. Oké, okay. Ezt is kivesszük, ezt is. És akkor így át tudunk vonaglani ide. Jaj! Hülye, ne legyél kipör, de leessék. Na. Ez meg már túl magasabb vagyunk, gyerekek. Úgyhogy egy kicsivel lőjjebbről kezdünk. Úgy, valahogy. Fosok mind az állat. Ezt egyszer ússzom meg, hogy ér innen. Itt ezt legyenek minden felupgrade-elve, ezt leköljön itten ki mászkányom, mert tényleg egy kicsit borzalom. Jó, szerintem kurva jó vagyunk. Várjál. Még oldalra egyet el kellene venni. Így. Azt innen biztos elérek mindent. Bocs, ez poker ezt, hogy itt ez a tökörészési van, de ugye ezt muszáj megcsinálni, majdnem bazzal nem csináltam meg, azért érdekes lett volna, úgy leszakadt volna, ahogy a szart. Hallod, megcsináltam volna a cobblestone-nal a főtetejét, aztán ilyen, nem tudom milyen OSB lapokból tákolt szarral akartam volna megtartatni. Az úgy izgi lett volna, mi? De egyébként szerintem ez egy masszív szerkezet. Viszonylag sok helyen van megtartva, sok helyen van alátámasztva, elég jó, statikailag szerintem jó. Statikailag fasza. Tök jó. Jó, de ismered. Tehát például ott, azt, arra már nem látok rá, mert ott a rizével, rá van építkezve. Úgyhogy az nem buli. Viszont így, meg alulról megcsinálja a keeper. Már is jó, már is fasza. Mennyi iző van cobblestone-on 942, mennyi készül még? Ó, 2500 jó, alakul a molekula. A többit meg ugye fölülről föl tudom upgrade-elgetni. Szóval, nyilv problém. Nyilv probléma. De kellene oldalra megír, csak ezt lehet, hogy ezt visszaveszem. Meg ezt is. Hű, majdnem alulam kaptam ki. Ez úgy király lett volna. Na, itt szerintem innen elérek mindent is. Hoppá! Norvég is tolja neki. Ja nem! Skumozik vagy, SC... Ah! Hülye betor! Na mindegy. Na tudod, ez most nem örülök neki, mert ott lett egy beton. Legszívesebben kiütném onnan, komolyan. Nem tudom, elveszett a szimetria, az egész, nem ütjük ki, de egyébként komolyabb oda legszívesebben kiütném. Viszont betonból baromi jól fog ez kinézni. És egyébként ugye lehet festeni, de úgy lehet festeni, hogy ebben a játékban ugye, hogy ilyen komplett textúrákat tudsz kicserélni, tehát mondjuk adhatsz akár bármilyen textúrát ennek, akár rengeteg fajta van, ami a játékban elérhető, szóval így föl tudod textúrázni, akár mint rongyból lenne, vagy bármiből, vagy most értitek, hogy mire gondolok. Hogy nem csak ki tudod festeni, hogy olyan legyen, mint hogyha piros a beton, hanem tudsz neki más matéria textúráját dobni. Na, gyerekök, akkor ez így megvagyunk, mehetünk is el innen. És nem estünk le. Mi nekiabáljuk Evi, a Mária. Ide vissza pattalik a keeper, és már megy is föl, oda nézzél. Ja, örülök, boldogságban. Na, szupi, csuda szupi. Most kigondoljuk, figyeljetek, csináljuk meg az alját. És akkor kigondoljuk, hogy lesz ennek az egésznek a teteje. Megépítjük az egészet ilyen kartonmaséből, és akkor látjuk, hogy jön össze.
Ja, bazze, a fám előbb be fog fogyni, most nézem. Várjál, itt ezt például föl kéne szednem, látod? Mert nem tudsz alá pakolni, és akkor ez elég rossz lenne. Hú, hát a fával lesz egy hadilábos srácok. El kell bennem fát vágni, because. Ja, hát itt ezt a felső részt még a fából van először megépítve, még akkor is előbbre leszünk. Egyébként itt oké, hogy a látótávolság nem ilyen végtelen, viszont nem olyan esős, mint a kiégett. Nem olyan füstös. Hát lehet, hogy nem azt kellene húzni, hanem... Hol van a fal? Azt hiszem, itt van a fal. Jó, hát ez tudti, hogy nem fog leszakadni, ez tök stabil egy szerkezet lett szerintem. Na, le kell mennem fát vágni, gyerekek, hát szomorú. A baj, building blokkom van, de ugye az is kellene nekem, gyerekök. Úgyhogy, itt még készül 2500 ilyen, úgyhogy az jó. Viszont a izével leszünk hadilában, sőt, le is kellene mennem. Oké, gyerekek, megcsináljuk az egész alapját, és akkor utána meg elkezdjük. Building blokkból összerakjuk, és lehet, hogy akkor azt csinálom, hogy majd mit tudom én gameplayen kívül felupgrade-elem, hogy ne kelljen végignéznetek. És tényleg az tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, ennek sok értelme nincsen, nem? Érted? Mit tudom, én kiáll, elmegyek oda hátraásni. Ezt írjátok meg egyébként, hogy gameplayen kívül legyenek az ilyen, vagy nem. De tényleg csak az upgrade-elés például. Na. Vagy alakuliba van. Figyeljetek, hát itt igazából kivághatnám a fákat. Nem, mi a pöcsnek van ide fel. Várjál, meg kéne nézni a motort, meg kéne nézni a ládákat, hogy például nekem kellene kávé, mert az lehet, hogy jó sztaminát adna. Pluszöcsba. Meg a motri, az hol van a motri? Nincs ebbe semmi, mi? Jó, majd fát lehet, hogy ültetni fogok oda hátra, aztán akkor... De igazából ezt megépíted, aztán jó, nem kell ám már fa, meg milyen hülyeségek. Na nézzük, egy kávét azért beverünk. Talán valamit segít a helyzetünkön. Egy láncfűrész az segítene a helyzetünkön egyébként. Hát ezt nagyon lassan szedem. A fa a legnagyobb szopás. Jó, hát minden fát kivágok, ezt a Isten áldja. Főleg ezek a fák. Ezek a fák nem nagyon adják. Sok kellene, sok. Mert sok building block is kell. Lehet, hogy valami kaja kellene, amelyik mondjuk izét ad, ugye? Nem tudom, meal damage-t. Nincs olyan meal damage-es kajám. Lockpick szukesz, meg ilyen hülyeségek vannak, de mi... lehet, hogy bemegyek a traderhez, azt megnézzük. Hogy valami meal damage, vagy valami hasonló kaja lehetne. Meg lehet, hogy el kéne menni oda, aztán ott vágni a fát, vagy nem tudom, azon az a részen. Hát bocsi gyerekek, bocsi. Tényleg nyugodtan mondjátok meg, hogyha az építkezést úgy akarjátok, hogy gameplayen kívül ne az legyen, hogy ilyen untatlak benneteket. Wow! Na figyelj, mit akartam? Nincsen fád, azt már néztük, ugye? Építőanyagból mit van, bazza? Semmi? Lószar. Homok az van, kösz. Amit még akartam megnézni, a kaja. Hát ez semmi. Meg még valamit akarta megnézni. Várj, izé nincsen... Nincsen izé. Nincsen láncfűrész, hogy valami. Valamit még akartam nézni, és meg elfelejtettem. Ja, az automatát. Megint nem jövök rá, hogy hol van. Már nézzük meg, hát ha van be valami jó loot. Olyan loot stage-ünk van, gyerekek, hogy mindenbe izai van, mindenbe fullos lootok vannak. Mi volt az automata?
A szöme álljon meg annak, aki értette így. Azért hol van az az autó, ha megint elfelejtettem? Föl van, ahol oldalt, kint. Ez az baromi jó egyébként, hogy ilyen van rejtve. Ú, de fasza! Na, itt van. Na nézzük. Sneak damage. Full damage csökkentő. Loot bonus, mondjuk ezt mindenképp megveszünk. Jailbreaker. Skull Crusher, Mill Damage, nem tudom, ez ad-e izőjét egyébként. Mill Damage-nek számít a izője, a Block Damage. Mindegy, akkor benyomom aztán. Ártani biztos nem árt. Nem muszáj lesz itt neki járni farbágni. Na, gyerekek. Benyomom ezt a Skull Crusher-t komolyabb oddal. Aztán valami csak lesz. Hátha. Egy lumberjack-set is tök jót adna most, vagy tök jó lenne. Hát ennyit szedjünk, gyerekek, mennyit szedjünk? Egy 2000 darabot? Vagy mennyit? 2000 darabot összekapunk, aztán akkor megyünk vissza, jó? Jó lenne találkoznunk. Új, egy láncfűrész. Az nagyon megmentene itt a... Megmenteni a seggemet. Egyébként ugye amikor gameplayen kívül szedtem fát, a normál erdőbe csináltam, szerintem a normál fák azok jobban adják az XP-t, vagy az izét a fát. Csak az a rohadt nagy baj, hogy nagyon nincs egy normál erdő. Úgyhogy érdemes lenne ültetni minél hamarabb. Az a nagy olog, hogy hány darab blokkot tudok ebből felupgrade-elni. Csak az a gond, hogy kell is még building block. Meg azt sosolgatom, hogy vajon merre lehet az airdrop, mert igazából akkor már arra orientálódnék, de nem tudom, hogy hova esett. Ugye az szerintem el is veszett a térképről, vagyis erről az iránytűről. Maximum, hogyha közel érnénk hozzá, akkor látnánk, ugye. Egyébként ez lehet, hogy sebez nagyobbat, mint hogyha egy-egy gyorsabban ütné. Milyen loot stage-ünk van? Ezen élvezkedek egyébként, hogy jó nagy loot stage-ünk van már. 204. Basszus. A sima erdőben valami 70. Jó, egy 2000-et összeszedek, az csak elég lesz, nem srácok? Valamire. Aztán tényleg írjátok meg, hogyha nagyon, nem tudom, megépítjük mindenképp a bázist, de hogyha az upgrade-elést úgy gondoljátok, hogy jobb lenne, hogyha én gameplay-en kívül csinálnám, meg a bányászatot, meg ilyeneket, írjátok meg, de, mert ha nem írjátok meg, hogy mit szeretnétek, akkor nem fogom tudni, mert igazából nekem úgyis meg kell csinálnom. De ugye, tehát nekem mindegy, mert én így is úgyis csinálom. Tehát most, hogyha gameplay-en becsinálom, és közben itt elbeszélgetek, nekem az is ugyanolyan, mint hogyha gameplay-en kívül csinálom, mert ugyanaddig tart igazából, kb. Ugyanazt is csinálom. Csak miattatok kérdezem, hogy melyik lenne nektek jobb. 1600. 1600! Na, csináld már. Egyébként meg se kéne kerülnem a trader-t, mert itt át tudok menni, nem tudom, mit kerülgetem. Na elmondom, hogy mi az, amit gondoltam, az előbb beszéltem ilyen teleportálás dologról, ugye, hogy jutunk le hamar. És azon filóztam, hogy milyen tök jó lenne,
hogy instant le tudnánk jutni, és még ráadásul választhatnánk is, hogy hova jussunk le. És erről akarok mindjárt elmesélni, hogy mit találtam ki, nem tudom, hogy működik-e, mert nem próbáltam ki, de nagyon érdekelne ez a dolog. Mindjárt megpróbálom elmagyarázni. Na jó, van, vegyük úgy, hogy 2000 megvan, mert már megőrülök, hogy ilyen lassú. Ez a stamina dolog, ez egy borzalom. Na, és akkor mondom. Arra gondoltam, hogy lehetne olyan, mint ez a Star Trek-et vágjátok, amikor vannak a teleportálós részek, hogy beállnak egy ilyen valamibe, és akkor megnyomnak egy gombot, és úgy, és akkor lesugározzák őket. Például lehetne olyat, hogy mondjuk lennének ilyen lesugárzási pontok, az úgy működne, hogy ott lenne egy csapóajtó. És aki ráállunk, ugye, fölötte lenne a lesugárzási pontnak, ugye a, mondjuk a falon egy kírva, hogy garázs. Egy másiknak ki lenne írva, hogy trader, és akkor mondjuk kinyitod a csapóajtót, ugye elkezded zuhanni, és úgy csinálnám meg, hogy valami csőszerűbe arra orientálnám, csinálnék egy ilyen, úgy, értitek, és akkor oda, ide esnék le. És valószínűleg be is lassulnák, hogyha nem 45 fok, viszont annál nagyobb szögbe zuhannék le, de mégse szabad eséssel. És lenne egy, mit tudom én, garázsunk, akkor ott meg egy másik csapóajtót is úgy oda esnénk le, értitek? És esetleg raknánk oda alá ballát, vagy ilyesmit, és meg kéne próbálni, hogy ez egy ilyen csőposta jelleggel lejutási dolog, ez működne. Tök menő lenne, főleg, hogyha lenne több a bázisod, és arra állnál rá, és azt nyomnád meg gyakorlatilag, azt a idézőjeles teleportálási ponton, amelyik helyre te el akarsz jutni, érted? Úgyhogy ez szerintem tök izgi lenne, tök érdekes dolog lenne. Na, úgyhogy valami ilyesmibe gondolkoztam. Ezt föl kérem abszolni, remélem, hogy elég lesz rá. Azt mondja, hogy nem vagyunk egyenlő. A morár bazd meg. Az a pár szöbít. Ja, szerintem körülbelül a madáraknak a... Ja, meg még valami. Ugye úgy akarom kiképezni ezt az egészet, mint hogyha egy ilyen bunker lenne. Igaz, hogy nagyon magasan, de egy ilyen bunker a rohadt élet. Ezt komolyan mondom, mindjárt kiássom. Egyik tudok. Hoppá, hát nem erre akartam váltani. Gyerekek, ne haragudjatok, ez a legnagyobb hülyeség ezt kiásni, tudom. De engem iszonyatosan idegesít. Komolyan. Itt lesz egy bazza, egy ilyen más színű. Majd hogyha én fel akarom upgrade-elni, akkor föl legyen upgrade-elve, valószínűleg ki is rakom mindjárt ezt a betont, mert be fogunk szívni vele még 200-szor. És ez tök durva, hogy ebből cobblestone jön. Konkrétan, ha betont csapok szét, akkor cobblestone-t kapok. Szóval ez tök érdekes, mert mitől elmész egy olyan helyre, ahol sok beton van, akkor tudsz. Ja, nem cobblestone-t kaptam. Vagy azt kaptam? Nem tudom, most meg már bele vagyok keveredve. Most itt meg leestem volna, az meg még hiányzott volna. Na most már nyomhatom neki. Ezt a felső részt egyébként annyira nem kell megerősíteni, de nyilván azért beton az minimum lenne. A legfontosabb ugye a zombiváró rész környéke. Azzal kellene majd valamit csinálni. Remélem, hogy elég lesz ez a fog egyiség, mert megőrülök. Nagyon sok kell. Másan. Oh, de mennyi fog kell, meg minden hozzá, te Isten. Ajna.
Haj, nem lesz elég baza, megint mehetek le fire, megőrülök. 1200, mindjárt building blokkokat becraftolom, de hát annak se, vagy becrepelem, de annak se sok értelme lenne. Ez vagy elég lesz pont, vagy pedig abszolút nem. Vagy pedig olyan mázlim lesz, hogy pont nem lesz elég, figyeld meg. Igen, az XP, megint egy fél szín, mindjárt. Építkezéssel legjobban, meg ezzel az upgrade-eléssel legjobban tudsz egyébként rohadt sok XP-t szerezni. Régebben az is volt, hogyha craftoltál inventory-ba, akkor azt hiszem, hogy jött az XP, azt is kivették. Oda, 25 ezer XP-t kerestünk egy folytába, ott írja. 26 ezeret. ezeret. 780 fa. Lehet, hogy mázlink lesz és elég lesz. De jó lenne. Ezt a platformot mindenképp fel akarom cobblestone-ra. Mert ugye azért is lehet, hogy bírná, csak később nem tudom, hogyha rápakolok. Úgyhogy emiatt van az a mániám, hogy én azt most fel akarom idegkét húzni nyilve. Én meg valami világítás is kéne, mert azért elég nyomasztó ez a hely. Figyeljetek, pont nem lesz elég, annyira is ismerem magam, figyeld meg. A cobblestone még mindig csináljuk, meg 296 darabot. Az is rengeteg kell még, úgyhogy még fogunk ásatni, ásatást csinálni. Majd megbeszéljük még ezt a gameplaybe, úgyhogy még maradjatok itt velem, aztán majd átbeszéljük, hogy ez hogy legyen. Oda nézzetek mennyi XP-t. Nagyon durva. És pont nem lesz elég ez a mennyiségű. Durván pont, annyira ismerem magam, hogy pont nem elég. Oda nézz! Ennyi. Meg lett volna 200 darabunk, azt elég lett volna. Mekkora egy cigányság volt ez, hogy pont nem lett elég jó. Irány lefele. Nigruska is írta, hogy nem szereti ezt a... Nem szereti ezt a csigalépcsőt, mert mindig leesik róla. Hát nem vagy vele egyedül szerintem, ez egy konkrét szivatás. Ugye az lenne jó, hogyha nem tudom, körbe lenne ragva valamivel, akkor nem tudsz leesni róla. De hát... Nem lehet minden tökéletes. Na, jó van, vágunk egy-két fát, nincs olyan nagy probléma. Úgyis itt ki akarom pucolni, hogy jobban átlássam a helyzetet. Faszom. Többen írtátok, hogy tök jó lett a bázis, meg jók az ötletek. Innen már nem fogunk semmiképp elköltözni. Úgyhogy ez lesz itt az endgame. Itt fogjuk bevégeztetni. Jó, srácok, úgy készüljük. Innen már nem fogunk építkezni, ezt mindenképp meg akarom csinálni nyílre. Ugye na, a tetején, ugye ez lesz egy szint, ami, hát hogy mondjam, egy ilyen, nem tudom, hány méter maga? 3 méter magas beltér. Nagyon érdekes lesz a kiseje, meg a belseje is. Mármint meg fogjátok látni. Ilyet lehet, hogy kéne ültetnem. Lehet, hogy elülteti a keeper. Legalább ezt a 20 darabot. 21-e. Megnő az elég hamar azt a rengeteg fátad, mert valószínű, hogy azért majd kelleni fog még egy-két dologhoz. Túl közel egymáshoz nem tud ültetni, aztán hogy csityereg.
Meg bizonyos helyekre nem engedd. Azért most már valami legyen. Szuper! Na! Nyomjuk neki! Egy láncfűrész bazere jó lenne. Komolyan mondom, én tök úgy érzem, hogyha jönne egy ilyen kutya, amelyik ilyen veszett farkas, vagy pedig a medve, veszett medve, zombi medve. Tudja, hogy dobna bazze. Van egy olyan, akkora, olyan érzésem, hogy biztos vagyok benne, hogy az lenne benne. Figyelj, egy 1000 darabot kiszerünk, mert ugye kellenének majd blokkok itt még. És nem olyan túl sok van, de egyébként nincs abszolút semmilyen más blokkom. Lehet, hogy benn van az inventory-ben, csak az a baj, hogy ilyenkor annyira rá vagyok függve valamire, hogy egyszerűen nem tudom abba hagyni. De oda nézzetek, már megint mennyi szenem van. Annyi baj legyen. Jó, menjünk, csináljuk. Majd maradékot megcsináljuk building blocknak. Jaj, meg akarom mindenképp csinálni ezt az épület tetejét. Legyen gyakorlatilag kész. Csak upgrade-elni kelljen. Meg... mit tudom, be is szeretném rendezni. Hát itt is fel kéne upgrade-elni, rengeteg cucc kéne. Én azt szerintem gameplay-en kívül az ki fogom ásni ott. Vagy pedig akkor csinálok, mit tudom, egy olyan részt, hogy a... mit tudom, nem a 45-dik, hanem a 44,5-dik. Csak upgrade-elés, csak... bányászat, és akkor aki akarja, az megnézi, aki akarja, az nem nézi meg. Szerintem az lehet, hogy ez egy ilyen baráti dolog lenne, nem? Srácok, mit gondoltok erről? Lehet, hogy egyen jobb lenne. Na! Végre! Végre! Na, egy sor mindenképpen teljesen körbe kell. De viszont akkor a sarkot fel kell upgrade-elnem, mert azt ugye már nem fogok hozzáférni. Úgyhogy ez így lesz. Mindenképp körbe egy sor lesz, és ezéből akarom megcsinálni, ilyenből, srácok. Már meg fogjátok látni, hogy miért. Tényleg az is egy érdekes dolog lesz. Nem csak egy sima kocka épületet szeretnék, hanem valamennyire legyen érdekesebb annál. Oké. Okay. Upgrade. Hát remélem nem fog leszakadni, ezektől a tornyoktól vagy oszlopoktól félek, mert ugye azok nincsenek főhúzva nyélig. Csak a középső szakaszuk. Azért csinálom ilyen blokkból, megmondom őszintén. Mert ugye hiába csinálod ilyen labból, akkor se tudsz oda rakni már, mert az is egy blokkot foglal el. És az valahogy nekem nem gyere be. Akkor kérek copy-zling blokkot, és arra gondoltam a keeper, hogy vernek kopizzuk a izajét is. Ezt. Csak egy ilyet. Az ilyen helyekre már akkor ezt rakjuk minden együtt, és akkor nem kell még egyszer lekopiznod, érted? Van itt még olyan? Itt is, olyan van. Ott. Nincs itt több, nincs. Ilyen, ezeket a sarkokat minden... Jaj, ez jó, ez pont ide illik. Ezeket a sarkokat mindenképp ilyenre kell. Így. 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 Nem kell forgatnom így. Ez tök jó, hogy elkezdtem használni. Jaj, de nem ezt akartam megnyomni. Így. Szupi, szupi. És akkor ide viszont... most forgatok. Íííííí, pont átfordítottam. Megint átfordítottam, egy hülye. Ide, így fogok, hogy be tudjak látni. Ide meg ellenkezőleg.
Így. Hogy ide be tudjak látni. Ez ilyen lesz. Így fog ez lenni. Nem csak ilyen szokványos, teljesen kocka... kockákból akarom építeni ezt az egészet, mert az olyan snasz, hanem valamennyire legyenek érdekes formák is felfedezhetőek legyenek ebbe az egészbe. Oda egy ilyen. Oda egy ilyen, oké. Okay. Ide, meg ugye beforgatunk. Egy ilyet, oké. Okay. Ide meg, beforgatunk, egy ilyet. És akkor így belátni, látjátok? Akkor ugye innen is már belátsz. Meg akár innen is belátsz egész addig. Tehát, hogyha itt kockát raktam volna, akkor csak innen tudnál nézni. Azért gondoltam, hogy ezt így kellene megcsinálni, ezt a részt. Szerintem ez itt tök jó. Ez egy jó dolog. Meg még ráadásul ugye itt is be tudsz látni, ugye? Tehát konkrétan átlátod az egészet. Ha beszorul valahol egy zombi, vagy bármi történik, te akkor is ezt tudod, meg tudod nézni. Viszont ide, jó, de nem tudok rakni már blokkot. Nem baj, oké. Okay. Oda nehogy ott megálljon a zombi. De talán nem fog. Na, most sima kocka blokk kellene. Oké. Okay. És akkor itt már így megcsináljuk. Hú, tényleg bocsánat, hogy eddig tart, de tudjátok, hogy próbáljunk a tökéletességre törekedni akkor már. Na, így valami ilyesmire gondoltam. Szerintem ez itt tök jó, hogy belátni a zombiváróba. Esetleg még rácsot is lehet rakni, de teljesen nem fölösleges lenne, mert minek? Mert minek, gyerekek? Így. Túl bonyolítam, gondolom néhányan azt mondjátok, de szeretem megcsinálni tök jól ezeket a dolgokat. Ja, azt megcsináltam volna egyébként dupla magasra akkor ma. De viszont, várjál. Oké, és... De ide, na nem kell. Ú, ezért jó egyébként, hogy ilyen izőből építkezel, mert akkor azért... Tudod kontrollálni a dolgokat. Így. Ez így fasza. És így fasza. És akkor itt meg össze is jöhet. Oké, okay. Ez így tökéletes. Ugye megnézzük. Itt ez a sorok, ez nem tökéletes szerintem. Ide kell egy ilyen blokk. Meg lekopizni ugye az izért, és akkor le. Na, ez viszont így már jó. Ez viszont így már jó, mert nagyon bután nézett ki szerintem. Így már jó, így már jó. Ide viszont ugye jöhet akkor a kocka. Áthidalónak. Így. Ahogy? Na, valami ilyesmire gondoltam. Ilyenre gondoltam. Ez így. Perfect. Látod? Nincsenek kiálló sarkok, minden le van kerekítve, minden be van így forgatva, hogy átlásd az egészet. Tök jó. Szerintem ez így szuper. Újfajta blokkra van szükségünk, ami nem más, mint ő. És ez érdekes forgatásban van. Egy, kettő. Tökéletes. Ezt betonra húzzuk mindenképpen. És így, konkrétan itt lesz a hordavárónk, ugye? Hordaváró, nem zombiváró. Hordaváró. Jó. Akkor, várjál. Iron door kellene nekem kettő. Mindenképp. 3 percig csinálja, addig építkezünk. Jó, itt ez így tökéletes. Oké, okay. Akkor... Ugye kopizunk egy izét, kopizunk egy ilyet. És akkor építkezünk tovább. A sarok, az biztos, hogy ilyen lesz. Ablakok lesznek, de nem mindenhol. Úgyhogy ezzel így valahogy... Elboldogulunk. Mondjuk a sarkokon ne legyenek ablakok. Semmiképp. Igen, és ezt fel kell upgrade-elni, ugye ezt mondtam. Mert különben később már nem látsz rá, nem tudod fel upgrade-elni, ugye. Oké. Okay.
Sőt, lehet, hogy végig kéne húzni, és utána kiszedni őket. Ahol ki akarom, de hát nem kell berakni. No, júj! Az a baj, forognak az agytekervények. Aztán egy kicsit így most meg vagyok zudulva. Ugye itt lesz. Mindenképp egy ilyen valami rohadt nagy ablakot gondoltam, de mondjuk nem kéne olyan nagy ablak, mert az meg nagyon bután néz ki, nem srácok? Mit gondoltok erre? Várjál, számoljuk ki, hol a közepe. Itt a közepe. Így. Így. Ekkor két ekkora ablak, azt szerintem mondjuk az tök adná. És ugye üvegeket mindenképp rakunk bele, aztán akkor az tök faszár néz ki. Jó, akkor mi mehet a izé? Mi mehet a kockasor? Ez az. Itt ugye megint upgrade elők. Nem fog leszakadni, hogy valami hülyeséget nem csinálok itt. Nem úgy fog kijönni. Jó, mert ezt át is tudja hidalni, tökéletes. Upgrade-elünk. Három magas lesz mindenképp, nem akarok így nyomorogni, tudjátok, hogy így pont így be vagy szorulva. Az borzalmas szokott lenni, Minecraftban is sokan csinálják úgy az épületeket, hogy konkrétan két blokk magas, ugye elfér már a Steve, aztán jó világ van. Csak hát megőrülsz, nagyon szar az egész, úgy nagyon rossz érzés. Na, itt ez, szerintem ez tök jó az a két ablak. Sőt, még lehet, hogy azt csinálom, hogy... Ugye... Yeah. Azért rátámasztottam inkább. Olyan, hogy inkább még. Még kijebb hozom inkább. És ez kb. Ugyanakkora? Miért nem lett ugye az ugyanakkora? Nem jó helyre raktam. Ezt ide kell adnom, ugye? 1, 2, 3, 4. 4 a köze. Oké, akkor van itt két ablakunk. Ez szerintem tök jól néz ki. Ugye ez itt ilyen raktár jellegű lesz, rakunk majd be izéket, üvegeket, ilyesmi. Oké, akkor viszont itt tovább kellene húzni. Figyeljetek, megépítünk mindent, utána már tényleg nekem kell upgrade-elni, szóval ne ijedjetek meg. El leszünk azzal. Szerintem ez ide jön, ez meg ide jön. Vagy pedig mindenhova ne rakjunk ablakot? Mondjuk nem rossz, hogyha van ablak, nem? Nagyon el vagyok izéve. Jó, várjál, két ajtó az viszont fontos, mert az fogja adni azt, hogy hogy kerülnek ide a dolgok. Ugye a két ajtót, aha, azt pont így gondoltam, merre nyillik? Aha. Ide. Befele nyillott. És igazából tök mindegy. Az a lényeg, hogy onnan nyíljon, azok úgy jók. Így. Mindenképp így gondoltam, tök jó illeszkedik, látod az élhez, szerintem marha jó, és ez így fasza. Itt nem lesz ablak, ez itt legyen egy ilyen olyan érzés, mint hogyha rohadt védettek lennénk. Ide hátra jövök, talán nem érnek el a zombik. Bár lehet, hogy igen, akkor itt majd egy kicsit átalakítjuk a dolgokat. Oké, az ajtók akkor így vannak, ide lehet berakni egy kisebb a... kisebb ablakot, kettő darabot. És akkor igazából nem tudom, lássunk ki, vagy amikor jövünk, akkor belátni. Az egy kicsit ilyen, ad egy ilyen kellemes feelinget az egésznek, szóval csak annyi a lényege. Oké? Okay? És lehet, hogy ezeken a két oldalsó falon meg nem fogok ablakot hagyni. Sőt, van egy olyan érzésem. Na, mekkora volt itt ez, mekkora volt az az ablak? Hány blokknál kezdtünk? Eljöttük egészen plusz egy blokkig, mint a tehát, itt kezdtük. Oké. És, akkor utána, ez meg így, ugye? És akkor ez egy fasza. Szerintem ez egy fasza. És ugye lehet, hogy nem fogok ablakot rakni, gyerekek, mert nem tudom, minek, nem?
Ide itt rakok egy feliratot, vagy lámpákat, vagy bármit. Nem kell mindenhova ablak. Elő hátul lesz, oldalra nem lesz csá. Nem? Minek? Minek, gyerekek? Ugye jobb érzés lesz, hogy ugye zárt térbe vagyunk. Legalábbis én úgy gondolom. Várja, a sarkot azt ugye megint upgrade-elni kéne. Meg ott is. Ja, az megvan, jó, oké. Okay. Fölhúzzuk a falat, azt utána akkor igazából jöhet a mennyezet. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de szerintem ki fogja bírni, mert eléggé közel vannak a kötési pontok egymáshoz, de hát majd meglátjuk, srácok. Hát ez így, ez egy elég kajak lesz. Csak most egyelőre nem tudok lemenni, várjál. Úgyhogy itt ezt, lehet, hogy ezt kiveszem, azt átsétálok oda, azt úgy fogok lemenni egyelőre. Máshogy nagyon nem tudom kitalálni. És akkor itt is, jöhet végig, ez a cucc. Sőt. Kitaláltam megint valamit, úgyhogy ugye változtatunk. Ó, új, bocs gyerekek, tényleg, hogy eddig tökörök. Remélem, hogy azért valaki, nem tudom, hogy szeretitek az építkezési dolgokat. Ez nem tetszik, ez a fajta blokk, ezt visszaszedjük, de jó, a sarkon. Hú, bazd meg, a sarkon is le kell bontanom. Meg van, és augerrel elég hamar lebontjuk. Hát azért jó megépíteni még. Látjátok, csak a sarkokat upgrade-etem fel, de már el van csezve. Mindjárt megmutatom, hogy mire gondoltam, hogy milyen blokkot akarok. Hogy ne legyen ilyen kocka az egész, ugye az ajja. De várja, ez jó lett volna még. Mert még megy rá egy. Jó, gyerekek. Még megy rá egy, úgyhogy ez még nem a mennyezet. A mennyezetet kell ugye megcsinálnom olyanra, hogy... Na jó van, oké. Semmi gond. Vidd el redbe. Ugye még egy sort nekem föl kell raknom. A tetej, ennek a blokknak a tetejére is, ami ugye a mennyezetet fogja tartani, vagyis a mennyezetnek a széle. Mert itt még csak három blokk magasságban vagyunk, tehát nem itt jön az egynyezet. Na ezt utálom, amikor így épít meg valaki egy épületet, és ezt látja folyamatosan, hogy a karcolja fejet, teteje a plafont. Hát ez szerintem egy borzalmas, klausztrofób érzést nyújt. Most még egy sort ráhúzol, aztán nincs az a szar érzésed. Szerintem mindenképpen jobb. Meg mennyivel jobb egyébként, hogy egy zárt tér lesz. Nem lesz az az érzésünk, hogy föl vagyunk a magasba, és folyamatosan attól féljünk, hogy lezuhanunk, nem? Van az emberben egy ilyen tök szar érzés egyébként. Viszont ez a zombiváró, hordaváró, ez tök jó. Ja, és a felső részen a kert lesz, és a vízgyűjtők. Jó sok, minél több növényt akarok, mindenfajtát. Meg mindenképpen sok vízgyűjtőt, amennyit tudunk, azt mindig lekraftoljuk. Na, jó nagy hely lesz teki a kertünknek is. Még annyit azzal kapcsolatban, hogy... Mindjárt mondom. Fölülre, ugye zombi hordakor jönnek madarak. A madarak ellen úgy tudok védekezni, hogy automata gépfegyvereket, vagy pedig shotgun, vagy bármit le fogok telepíteni. Úgyhogy ez így lesz. Na, akkor ugye itt lesz a konyha, mondjuk itt végig. Itt egy croat nagy raktár, mert ugye sok láda, meg minden akkor legyen. Itt meg ugye lesz a kraftolósi rész, vagy pedig fordítva. És akkor, hogyha akarok, ugye így is át tudok menni. És ha nem jön zombi, akkor itt tudok mászkálni. Szóval ezen itt nem lesz csak ez a középső rész, szekció, amit amúgy se tudnék használni, mert itt van a hordavárunk. Az esik ki, és mégis lesz egy ilyen croat nagy épület részünk. Na gyerekek, akkor jöjjön a felső rész, és a felső részt akkor úgy kellene megvalósítani. Hát kell keresnem most egy blokkot, amit tudom, vagy sejtem, hogy hol van, de nem vagyok benne biztos 100%-ig. Ívelt blokk kellene. Ez az egyik. Igen, ez az egyik. Na, ilyen. Már meg is van, de jó. Várjál. Oda is kellene. Tudok erre állni? Felállt.
ezt most már nem muszáj felupgrade-elnem. Egyébként. Már csak azért nem. Jó, most ott voltunk be azért. Á, nem látok rá rendesen. Azért nem kell felupgrade-elnem, mert erre rá fogok látni. Ugye ezen gyakorlatilag ez lesz a mennyezet. Meg ez lesz a szintje a felső résznek. Ez jól néz ki. És van elvileg ennek olyan verziója, hogy ilyen fél. Azt hol találtuk meg? Fél gömb. Vagy ilyen fél, nem tudom milyen henger, vagy minek nevezik. Ilyen-e. Lehet, hogy nem ez az bazzer. Ugye megpróbáljuk elforgatni. Mert az nem illeszkedik hozzá, úgyhogy nem ez. Na bazz, egyébként itt lett volna ez illeszkedett volna ahhoz. De szerintem ez az. Ez az. Ilyen félgömbre gondoltam. Hát ez mennyire jobban néz ki, nem? Ilyen bunker stílusú lesz az egészednek köszönhetően. Hát mindenhol ilyen élek, hát nem kell nekünk élek. Ez viszont így. Szerintem epic jól néz ki, és bánom, hogy az aját is nem ilyenre csináltam meg. Mert ez a tipikus bunker stílus. Amikor vannak Normandiában, és tudjátok, azok a bunkerek, és azok így le vannak gömbölyidve a sarkuk. Nem egy ilyen éles sarok van, hanem ugye ilyenek. Ezek baromi jól néz ki szerintem. És ezt mondtam, hogy inkább egy picit tovább építsük, de ne az legyen, hogy egy ilyen snossz, ilyen kocka épület legyen az egész, hanem használjunk blokkokat, olyanokat, amit esetleg még nem is használtunk. És ugye, akkor most jöhet a mennyezet. Hát nem tudom, vagyok benne biztos egyébként, hogy ki fogja bírni. Néhol biztos ki fogja bírni, de néhol lehet, hogy nem. De mindenképp meg akarom építeni. Meg ugye be is kéne rendezni, akkor már ugye kellenének a ládák. Meg kéne csinálni ugye a crafting table-t, mindent. Most teljesen így rá vagyok függve, hogy ezt mondjuk úgy, hogy majdnem fejezzük be. És maximum az upgrade-elését csinálom még meg gameplay-en kívül, tudjátok. Na azért ez így beteg jól néz ki, nem? Hogy egy ilyen. Meg ezek a lőrések is ugye az a cél szolgálják, hogy így ki tudsz látni nagyobb szögbe, mégis ugye itt védve van. Ugye a várakon is ilyen lőrések voltak hasonlóak, amivel ugye ki tudtak látni, de ott még inkább lehet, hogy kifele volt az a része. Tehát belül volt ez, ami ott kint van, és akkor úgy ki tudtál látni egy kicsi résen, két oldalra. Még ha vastag volt a fal akkor is. Na, Isten, de jól néz ki. Jaj, de nagyon imádom egyébként. És viszont ennek a konkáv verzióját, ugye a konkáv, húzném más, mint egy ilyesmi. Egy ilyenre gondoltam, hogy fölül majd csinálunk egy ilyet. Hoppá, ezt meg is csinálhatnánk. És akkor még magasabb lenne a mennyezet. Hogyha oda raknánk egy plétet, nem? A plét is ugyanannyi a védelmet ad, nem, srácok? Várjál. Nekem azt hiszem, hogy van plétem. Emenve már, mert használtam. Na, hát ez mondjuk nem lenne rossz, nem? De mondjuk itt meg már túl magas. Hát, figyeljetek, ez már... Nem, ezt nem így kell megcsinálni. Már rájöttem, hogy kell megcsinálni. Igen, pillanat, rájöttem. Jó volt ez a megoldás. Hol voltak ezek az íves dolgok? De van olyan, amelyik ennél letisztultabb ív. Konkáv ív kellene, ilyen. Arca egy, el az. Ilyesmi kellene. De... Mindjárt kitalálom. És nem olyan egyszerű. Így. Csak nem oda föl. Hanem ide. Á, vágott csótágy. Így. És akkor föl mehetnének ugye még egy sor blokk. Ugye. És akkor ugye meg... Na azért így jól néz ki, ugye? Azért így jól néz ki szerintem.
Csak le fog fogyni a izen, kellene csinálni egy building blokkot. Csinálunk egy mondjuk egy, szerintem egy, legalább egy 200-at. Meg igazából most nem nagyon akarok upgrade-elni, úgyhogy mehet a 221-et tudok, jó van akkor. Tehát, hogy még kellene majd fát vágni. Meg éjszaka lehet, hogy le kéne nézni, hát, hogy találunk valami ellenséget. Na, ez szerintem ez így böszme jól néz ki. Viszont ide kellene majd izé kocka blokk. Aha, oda kellene kocka blokk. Ide kocka blokk jön, mert ez így hülyén néz ki. Viszont ide megjöhet a... Jöhetünk tovább. És sarkokban szerintem van ehhez megfelelő cucli. Csak le ne szakadjunk, de szerintem elég masszívak vagyunk. Na ehhez való... Ide kellene nekünk. Hol, itt van, itt a sarokban az oda rézzé. Szerintem ez lesz az. És győzött beforgatni. Hát lehet, hogy nem ez az. Sőt, ez tudja, hogy nem az, várja, ez nem az. Valami hasonlónak kell lennie. Ez. Ez az. Autóforgatás nem, rohadtul nem forgatja be nekem. Ez, nekem az autóforgatás az nem nagyon működik. Mondjuk ezt amire beforgatod, arra levegyed up, mert ez nem egyszerű. De viszont siker, odaré ilyen jól néz ki. Ez gyerekek, ez böszme jól fog kérni, jaj de jó, most pont úgy forog. És végre nem az, nem, nincs tériszonyom, nem, hogy vannak falak. Az ember egész máshogy érzi magát egy ilyen szituációban, hogy zárt térbe tud lenni, akár még ha magasan is. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha biztos vannak itt néhányan, akik a tizemeletesben vagy akármilyen panelben laknak. És képzeld el, hogyha úgy kellene létezned ott a lakásban, hogy gyakorlatilag így látsz mindent körülötted, hogy milyen rohadt magasan vagy. Egész zavaró lenne, nem? De viszont úgy, ha úgy csinálod, vagy úgy vagy... Várjál, itt igen, nekünk kellene kocka blokk. Meg itt is majd így meg kell csinálni ezt a felét is. Bár itt lehet, hogy nem, lehet, hogy belső az nem lesz úgy megcsinálva. Itt, hogy lesz? Itt lehet, hogy ilyen nagyon masszív lesz. Oké. Okay. De csak összere boruljon nekem, mert már most itt beépítek mindent is brutálul. Na. Itt, ez meg már ugye, mivel a mennyezet, ezért. Ja, középen nem szarakodok én azzal, hogy... Ja, mivel ez a mennyezet, ezt fel tudjuk upgrade-elni akárhonnan, szóval ezzel nem lesz problém. Hát először ugye a falakat kell majd fel-upgrade-elni, és így kell majd sorba menni, tehát nem a mennyezetet, mert azzal nem fogunk sokra menni. Rohadt jó. És ide rakok majd egy kerítést, vagy egy ilyen a kerítésszerű akármit, amivel lezárom, hogy itt se essek le azért, tudjátok, hasonló, mint az előző bázisunknál. Lesz egy rohadt nagy kert, lesz rengeteg víznyerőhely, vagy ilyen vízkollektor. Hát szerintem csibár izé lesz, simán. Nem fog leszakadni ebből. Figyelj, megcsinálom ebből, és akkor esetleg megmondjátok, hogyha az upgrade-elést meg a bányászatot megcsinálja, meg gameplay-en kívül, nagyon szívesen megcsinálom. Mert én szeretek ezzel így bívelődni. Én építkezni rohadtul szeretek ebbe a játékba. Ez tényleg, ez enélkül, az építős rész nélkül ez a játék, ez konkrétan egy egész szar élmény lenne. Mert ugye ez hozzá tartozik, hogy kreatívkodhatsz itt. Ja, hát majd a le is feljáratot meg kell valósítani. Elég bonyolult az a terv, amit meg akarok valósítani. Viszont lehet, hogy addig valami más megoldással fogunk előállni. Hát reméljük nem fog leszakadni. Na most azt imádkozi van, jó gyerekek? Imádkozi van.
Szerintem jó, mert ugye van átkötés. Egyik oldalt is tartja, másik oldalt is tartja. Tehát nem olyan hatalmas a nagy a fesztávolság, mivel van ez a középső szekció, ami így tartja ugye a mennyezet középső részét. Ja, hát itt meg igazából itt is ugye ezt is be kell építenem. Ja, és kell majd egy létra, vagy egy akár egy lépcső, ahol föl tudok jönni ugye a felső szintre, de lehet, hogy valami kajak lépcső lesz. Sőt, már ki is találtam, hogy milyen. Júj, rohadt jó lesz, rohadt jó lesz. Már tudom is, hogy lesz, már tudom is, hogy. Egy baz, gyönyörű lesz, gyönyörű lesz. Na srácok, megnézzük azért majd lentről, mindenképpen, mert még szerintem kell faanyag, meg fel kellene hordanunk a dolgainkat. Kell craftolnunk ládákat, be kell rendezzük az egészet, kell egy kanapé, egy étkezőasztal, végre egy ilyen otthonos bázist tudok csinálni. Konkrétan itt ide bejövök, tök be lesz rendezve, képek a falon minden, tök szépen ki lesz festve, olyan érzésebb lesz, mint hogyha nem is egy zombik lakta vidéken élnék. Tök jó, hogy ilyen kónuszos lett a széle. Kívül is és belül is. Ilyen ívelt. 45 blokk, hát ez el fog folytni, úgyhogy mindenképp le kell menni gyerekek. Szerintem ez nem fog leborulni, viszont mielőtt megrakom a tetőt, azelőtt mindenképp fel kell upgrade-elni, mert ez így nem fogja sokáig húzni, az biztos. Hogyha leterhelném, akkor nyilván leszakadna, de most egyelőre nem az a terv. Jaj, de jó. Egyébként haladunk, az képest ugye, hogy még bányásznunk is kellett. Hát lehet, hogy levegyek íz alulról is tudom ezt építeni. Viszont kellenének fákják meg minden is. Lehet, hogy el kéne menni a izébe. Figyeljetek, annyi pénzünk van, mint a sár. Na, hát ez így tök magas, tök tágas, nem? Tök kellemes. Azért van, ki is lát valamennyire az ember. Ja, most akkor hogy tudunk lemenni, bazza? Hát egyféleképpen fogjuk ezt megoldani. Így basszus. Lol. Hát reméljük, hogy nem fognak betávadni egy horda minket idő előtt. Itt az építkezési stádiumban most majdnem leestem, úgy mint ahogy írtani Igruska Javi. Valamit meg kéne próbálni, hogy ha bálára ugrok, mi történne onnan magasról. És van már mennyezete. Jaj. Na, gyerekek. Mit kellene? Kellene még fa, meg kéne nézni, hogy basszus, mit akartam megnézni nála, hogy mit akartam volna venni? Megint elfelejtettem rohadt életbe. Van nálunk pénz? Van nálunk pénz. Mit akartam volna venni? Miről beszéltük? Mikor lőd volna bazze? A széle egyébként, az is jó lenne volna, hogyha le van gömbölyedve, látod? Elég hülyén néz ki. De jó van, annyira nem vészes. Na, gyerekek, hát akkor vágjunk fát, más nagyon nem tudok csinálni. Úristen! Tényleg úgy néz ki, mint egy hokedli. Nagyon, tök nagy ez a bázis. Tök örülök neki, hogy ilyen tágas fasz a bázis sikerült csinálni. Na gyerekek, egy... Mennyi? Hát nem kell túl sok, szerintem. Egy ilyen... Ennyi. 1000 darab? 1000 darab fával már itt elvégzünk, nem? Szerintem egy 1000 darab fával elvégzünk. Jóó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 
traderhez, hogy a gondolkozó mindig. Mindig folyamatosan ezer dolog van a fejemben, hogy miket szeretnék csinálni. Fű, de jól néz ki. Azért az egész beton lesz, az egy kajak lesz. Egy kicsit zavaró, hogy nincsen ablak ezen a fején, meg a másikon, nem? Lehetne. Ugye megnézzük, hogy néz ki az ablakos rész. Nem megyünk arra. Ezt kerülünk egyet, ott megyünk vissza. Ja, azt megfogadtam, hogy ilyen két óránál hosszabb videókat nem szeretnék csinálni, mert lehet, hogy az már tényleg egy brutális túlzás, hogy 3 órás videók.
Lehetne egy kis erkély is egyébként, amire kimész, de hát teljesen felesleges. Ja, izét akartam, lépcsőt akartam csinálni, úgyhogy egy 1000 darab fa azért jó lenne. Ja, hát ez egy masszív szerkezet, ez nem esik szét. Ez mindenhol tartó elemek vannak. Tudom, hogy mit szerettebb volna verni a trader-nél. Ja, ízéket meg lehet, hogy megnézem valami kis bútorokat. Valahogy élnék, hogyha lennének bútoraig. Majd, hogy kövem van. Kövem van. Meg kell egy-két dolgot azért csinálni. Itt ezek mik lettek? Ja, hogy ez fa. Ugye ezt itt összedöntöttem, ezt az egészet. Várjál, Auger ezt nem viszi rend, jól. Mint az auger, a fára nem a legjobb. Azt lehet, hogy... Lehet, hogy hatékonyabb, mint a izé. A fejszel kobolyan, most így belegondoltam, várjál. Rohadtul nem. Áh! Jó, hát 1000 darab fava, nem hiszem, nem elég. Ja, jó ez, szép ez gyerekek, csodálatos, eléggé brutál. Egy struktúra lett, szép magyar szóval. Azért oda nézzé, hallod? Hát azért nem arra ugyatok meg, de konkrétan szétparmolták itt. Kéne még egy 100 darab? Jaj, nem vágtam a kezemet, úgy fáj, mint az állat. Baza, itt szétparmolták. Szépen. Ilyen, ezeket fel kell upgrade-elni, legalább az alját. Mi a fasz történt, gyerekek? LOL! Hát azért gratulálok, na. És ez most hogy a francba folytassam? Sajiga, mit csinálsz? Ne ijeszteges. Hát de jó. Hát ez marha jó, bazza. Várj, ez így volt. És akkor a következő az meg... Egy fordításnyi. De hallod? Ez baró jó. Így volt. Hát akkor föl kell upgrade-elni ezt minimum. Hogy... Ilyenre. Ejj. Tehát nem számítottunk. Jó, mindegy. Ugye legalja azért. Meg az a gond, hogy ugye ez tényleg, hogyha majd itt zombi horda téma lesz, és ezeket... Ez véletlenül szétverik, akkor ugye elkezdik majd az oszlopokat ütni. Úgyhogy az viszont nem baráti. Na, gyorsan megyünk föl. Okosba itt átkelünk. Ja, itt jönnek a zombik, majd a zombik. Viszont oda kellene egyfajta blokkot raknom mindjárt. Azt itt lekopizzuk. És lekopizzuk ezt is, és akkor oda rakjuk be. Látod? Itt az hiányzott. Ez a csufos volt. Na, így most már azért jobb, nem? Tök jó egyébként, hogy mindenhonnan rálátunk, hogy zombi följön. Ugye? Ez ekkor királyság. Ja, izét akartam egyébként megnézni, a fákját rájöttem, de hát van zsírunk szerintem, meg klotunk, úgyhogy tudunk csinálni, bár lehet, hogy nem arra kellene elhasználni, ugye? Na, és kitaláltam itt valamit, ha már egyszer. De nem, ez nem jó, ezt így kell. Ha már egyszer. Itt van egy ilyen központi részerdek az egésznek. Csinálhatnánk ide egy tök fasza, kettő soros lépcsőt. Arra gondoltam. Az tök menő lenne. És akkor így igazából sok minden nem buknánk rajt. Ketté osztaná itt egy picit a teret. De nem lenne rossz. Vagy pedig ide is jó lenne a lépcső középre. És akkor itt nem lenne ablak. Mert igazából ide annyira nem kell ablak, innen látsz. Inkább lehet, hogy odarakom a lépcsőt. Ide.
Így. Nem? Akkor így, így sokkal jobb lenne. És akkor várjál, lépcső. Lépcsőblokk? Ma mindent is használunk, ma bazze. Hű, micsoda izék vannak, tök jó. És ez meg? Ez alatt meg el tudsz izéri, bújni. Hoppá, hát ezt nem is tudtam, hogy van ilyen. Lépcsőket meg kell nézni. Milyen sötét lesz, lol. Elég sötét is van. Na várja, nézzük már meg ezeket a lépcsőket. Van egy külön nekünk ilyen lépcső dolog. Jaj, nem a... Van ilyen korlátos lépcső. Ez mennyi, mi menő, hallod? Ez mi menő? Oda nézzé. Csak hát, ja, a forgatás, ez izgalmas. Ez nagyon menő. Ez nagyon high-tech. Figyelj, itt. Így lerakni. Így. Így. Oda nézzé, testvérem. Az mi menő? És ugye a párját is lerakod, és úristen, ez annyira király! Ez annyira király dolgok vannak, gyerekek. Sőt, még ilyen lépcsők, mindenféle lépcsők vannak. Fú, te! Ebben mi a különbség? And? Ezek nem, lehet, hogy nem illeszkednek egymáshoz. Várjál. Lehet, hogy van olyan, amik közé megy. Ugye megnézzük, hogy ez... Hát ez pont ugyanolyan szerintem. Nem értem, hogy mi a különbség. Hát tudod. De alulra kellene... Hát ez ugye elég csúfosú néz ki. Mi a különbség, basszus? Szerintem, hogy melyik néz ki jól, de úgy látom, hogy egyik se, mert minden egyének ott marad egy ilyen, van egy ilyen háromszög, de lehet, hogy az ki lehet pótolni, de viszont ez tetszik, mert át tudsz menni alatta. Na jó, ennek a másik oldalát fel kéne pettyinteni, és az meg szerintem ez volt. Így. Ugye? Meg kéne nézni, hogy ilyen blokk nincs-e. Hát mondjuk azt megtalálod, akkor nagyon ügyes leszel. Ó, itt van bazz, és van is ilyen blokkó. Jaj, de jó. De várjál, ebből nincs metál. Vagy ilyen metál kinézetű? Metál. Filler right. Uh-huh. És jobb, van is bal és jobb. Ja, és akkor így illeszkedik. Aha, oda nézzél. Ez kvá... Ó, bazze, hallod. Azért full menő, nem? Full menő a cuccos. És ugye ennek a másik oldala kell akkor ide. És akkor így néz ki jól. Na hát ez, na hát ez tökéletes. És erre gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen széles lépcső, úgy menjünk fel. Nem áll létrázzunk, olyan snasszasz, hogyha létráznod kell állandóan, nem? Értőd, értőd. Jó, és akkor valahogy, meddig, aha, ezt a kettő blokkot már kicseréljük. Fontosan tudom, mire akarok ám. Nem erre, erre. Forgatási. Így, és akkor az pont nem zavaró. Ez így fullos, ez így fullos. Jaj, ez nagyon fullos. Ez nagyon fullos, gyerekek. Ez most nem mondhatjátok, hogy nem néz ki jól. És jó is, hogy ide raktam. Ha, és ide is kellene korlát, ugye? Hogy ne essek le. Oda. Meg hát, hogy jól nézzen ki, mindjárt gyerekek. És le ne szakadjon, most olyan tök jól sikerülnek itt a dolgok. Meg nem tudom, miért innen föntről építkezek, amikor itt simán tudok. Ja, 10 óra van. Nehogy szétverjék a bázist. Hogyha valami nagy probléma, még le is ugrunk, megöljük magunkat. Csak az, hogy nehogy valami gebasz legyen. Azért ez menős, nem? Menős lett. Olyan full high-tech. Tök jó, hogy ezen az oldalon van, mert a ládák meg úgyis azon az oldalon lesznek. Beakadt baze. Nem jön valami? Beakadt, mint az állat. Mint hogyha betöltöd volna valami hordát, vagy ilyesmi.
Ezt könnyen kinézem be játékból. Lehet, hogy mindjárt levegyek egy picit. Úgyis föl kéne hordani vinegyet cuccot. Mennyi fánk van? Jó van. Ó, azért ez nagyon kurva jól néz ki, nem? Gyerekek. Ez nagyon jól néz ki. Lehet, hogy körül kéne néznem len. Bár itt nem érzékelnek a random zombik, ugye? Úgyhogy talán biztonságban vagyok. Ja, ide valóra is lehet majd valamit rakni. Mondjuk oda rakom a izét a... Aha, várja. Megéheztünk. Tök lassan éhezünk meg egyébként. Meg lassan szomjazunk. Hát az a baj, hogy még kellene néhány fa blokk. Akkor itt még fönt egy kicsit alakítanék. Még egy 100 darabot csinálok. Meg... most mit csinálok? Miért ezt nyomkodom? Pillanat. Ehhez a lépcsőhöz biztos vagyok benne, hogy tartozik ilyen korlát. Aha, itt van a korlát, ilyen fordító korlát. Ezt valahogy biztos be lehet forgatni, hogy izé legyen neked, hogy folytatólagos legyen. 100%, kell keresnünk egy olyat. Ez lesz az. Tudja, hogy ez lesz az. Nem az az bazd. Érdekes, hogy nem jön ki. Nem jól folytatódik, látod? Valami hasonlónak kell lennie, bazd, de hol? Hol. Várja, nem jól forgatta, az lehet, hogy az a baj. Mert ennek... Az a... Nem hiszem, hogy az autóforgatás az nem működik normálisan. Várj, az a másik oldalas. Így. Így van. Várjál. Ennek nincs egy másik oldalása? Jobb és bal. És nekem másik oldal kell, a left. Ez az. Ez az, erről van szó, bazze. Oda nézze, milyen rohadt jól néz ki. És akkor ugye, így van valami kis feelingje. Szerintem ez epic jó. Ez több, mint jó, gyerekek. És ugye ide is tudnál így végigrakni, hogy ne potyogjál le, de hát azt már ne haragudjál meg. Nem ilyen pöcsömnek, nem? Na, ez így, ez eddig tökéletes. Ugye valamit megnézek. Kerítés kellene nekem, de viszont ez tök tetszik ez a fajta megoldás, de nem ezt fogjuk használni, megnézzük a kerítéseket. Hol vannak a kerítések, basszus? Én már mentettem el szerintem kerítés, vagyis használtuk. Hát ez a rácsos dolog van, ugye? Ez amúgy nem olyan rossz szerintem. Ugye? Így lenne. És akkor itt ezt belakjuk az egészet. A négy sarokba valahova majd raknák izét, telepítettet. Shotgun, vagy pedig gépfegyver, vagy valamit. Hú, basszus, nem tudom hány órakor kezdtük ezt a gameplayt. És akkor jöhet ugye a szélső. Így forgatva. És akkor egy darab sort majd elhagyunk. És még se esünk le. Na kökök. Azt hiszem, hogy azért nagyon jól állunk. Kellene néhány ládát craftolni, és akkor föl kellene holdani a dolgokat. Ja, itt lesznek a víztárolóink, hát egyelőre most ide föl nem pakolok majd, hanem csak akkor, hogyha felupgrade-eltük a dolgokat. Legalább így, az mi volt ez, oda kiraktam egy chain. Legalább, hogyha a cobblestore-ra sikerült felhúzni. De viszont ez a lépcső, ez egy ilyen apró ötlettel is tök föl lehet dobni ezt az egészet. Ó, ez jó unalmas lesz nektek, hogy ez az építkezés van, nem? Viszont szerintem tök jó érdekes dolgok vannak. Mármint tök jó dolgokat találunk ki. Na, és akkor ide föl tudsz jönni. Attól nem kell postnod, hogy leesel. Körül tudsz nézni, ha akarsz. Nem is tart sem eddig ide följönni, hát itt lépcsőn jössz fel. Ez a lépcső, ez viszont böszme jó szerintem. Valamilyen szint, hát ja, illeszkednek.
Na mi van, haver? Mi újság van? Kéne néhány ládát craftolnunk, nem igaz? Tökéletes. Hát ki kell világítanunk ezt az egész kócerájt. Legelőször, ja, craftolnunk kellene néhány ládát. Viszont csinálhatnák amúgy ilyen, van ilyen tetőajtót is akár csinálhattam volna, de nem, nem csinálok. Postolára kell nekünk, bazzek, amolyan mondom. Na, fú, basszus, mit akarok? Ládát akarok csinálni. Azt mondja, hogy az mindig elfelejtem, hogy mi. De, most tudtam. Hát, bazzek, tudjátok mennyi kell? Legalább egy 10 darab. Nem. Figyelj, kell egy 20 darab ebből. Kurva sok kell. Most ezt hülyének néztek biztos, hogy ennyi. De tényleg sok kell. Akkor ez úgy fog zajlani, hogy... Storage. Ládák. Végig lesznek. Rohadt sok kell. Ezeket kihagyjuk. Ennél a falnál lesz a raktárunk. Hát azzal nem fogom tudni felupgrade-elni azt a sort. Nem baj, majd valahogy megoldom kívülről, vagy akármi. Aj, nem örülök. Ja, nem fogom tudni felupgrade-elni. Mindegy, megoldom, megoldjuk, vagy valahogy megoldjuk. Na, itt lesz a raktárunk. Itt kihagyok kettőt, hogy a lépcsőn könnyebben közlekedjünk. Egyelőre egy raktár elég. Akkor ki kéne találni, hogy hol lesz a crafting, meg hol lesz a konyha rész. Szerintem a konyha, de egyébként itt még tök nagy helyek lehetnek. A konyha lehetne, az ugye négy helyet foglal. 1, 2, 3, 4. Szerintem ez így tök jó. És akkor ugye itt lesznek rajt a kaja, a pia, meg minden. És akkor utána meg, és el is fogyott 20 darab láda, gyerekek, ennyi volt bazza, leszorakozzál velem. Oké, okay, akkor kéne kipakolni, konkrétan neki kéne állni, viszont kéne csinálni tábortizet mondjuk. Campfire, 2 darabot, ugye? 2 campfire. Szerintem ez jó lesz, ugyanúgy azt fogom csinálni, hogy kaja. Várjál, föl kell érni mindent. Nyomok egy kapszlokot, baze. Kész. Faja. Close. Föl kell mindent matricázni, úgyhogy előbb-utóbb meg kell csinálni. Kész pia. Close. Pia alapanyag. Close. Kaja alapanyag. Tökéletes. Na, itt lesz akkor a konyhánk. Tök jó tágas, még akármit is be tudunk rendezni, tényleg ilyen kanapé vagy bármi. Itt lesz a raktárunk, és itt lesz a craftos rész, ugye, craftolós rész. El kéne kezdenünk csinálni dolgokat, mármint így mondjuk weapon. Ammo. Külön rakom most az ammót. Armor. Tools. Szelves craft. Szelvetlen craft. Oké. Okay. Mi legyen itt? Mondjuk legyen itt a... Itt vannak a izaik, ugye az ilyen már úgymond lecraftolt, meg ilyen komolyabb dolgok. Itt meg legyenek a full alapanyagok, jó? Mondjuk akkor ugye legyen itt a fa. Kő. Fém. Itt az full alapanyagok, itt meg ugye a már ilyen craft alkatrészek, vagy már kész termékek. Szuper, ki kéne pakoldunk. Amit tudunk, azt mindent sortírozzunk. Jó, gyerekek, el kellene kezdenünk. Úgyhogy akkor sorba menjünk mondjuk a fa.
fába kerül ez, a fába kerül ez, tényleg most ki is fogom rakni, és akkor most már ugye tudjuk, hogy hogy legyenek a dolgok. A kőbe jön-e valami? A kőbe jön ez, és a sima kő. A fémbe jön a cső, a vas, ez. Meg még ráadásul, nincs semmi más. A kőbe egyébként még, hát ez nem, ez az ammóba fog menni. Nem, a kőbe viszont ugye jön ez. Oké. A fém az ki van pakolva. Na nézzük tovább. Szervetlen craftba mi az, ami innen mehetne? Ugye az üzemanyag mindenképpen. Viszont a kőbe még a homok is. Tehát inkább ilyen ásványok, vagy nem is tudom, hogy nevezném ezt az egészet. A szerves craftba a csont, a bőr. Innen ugye nem veszek ki most egyelőre semmit. Jó. A túlszokba ugye mehet ez. Az armorba gyakorlatilag semmi. A szelves craftba, nem az nem oda megy, ammóba. Az ammóba rakjunk ki, amit tudunk. Na ugye én turcolkodni kellene. Jó. Ja, meg kell egy olyan, hogy eladó cuccok. Cuck. Close. Jó. Ugye az eladó cuccokban például a pénzt is oda szállom. Oké. Kész kaja. Ez abszolút nincs is itt. Kész pia. Az ide, ez megy. Ide kellene, vagy valahova kellene még egy láda. A fát mondjuk jó lenne magamnál tartani. Sőt, lehet, hogy az ide rakom. És úgyis megjegyzem. Minek nevezik ezt? Orvosság, vagy... Minek nevezik ezt? Egészségügy, basszus! Lol. Az egészségügybe ezt is ide rakom, és azt egyébként így megjegyzem, tudom, hogy ott van. Úgyhogy az nekem tök jó, hogy ott van. A kaja alapanyagba... Mi jöhetne ez? Ez. És a lőszerbe, az ammóba jöhet ez nekem. De bazz, ja, ez armor. Tuti. Akkor ezt meg gyere velem, bazze. Hát, ha szükség lesz még rád. Most sötét van. A lőszer nincs nálunk egy deka se, úgyhogy óvatosba. Kellemes, komolyan kellemes az a hely, ahol most lakunk, nem? Na, most én úgy érzem, hogy jól érzem magam itt. Jó, hát ezzel fogunk csinálni valamit. Ezzel a föl meg lejutással, elgódjatok. Miért jöttünk le? Mi a cuccainkért, várjál. Jó, megnézzük a ládákat is, azt akkor mindent vigyünk fel, meg itt igazából szétverhetném ezeket a dolgokat, mert itt rohadtul idegesít, hogy itt szar a széllyel van. Minden, hol van a drón? Gyere ide! Tök mindegy, valami random dolgokat vigyél. Oké. Meg ugye kéne craftolnunk nekünk, különböző crafting table-t, meg az összes ilyen kacatot. Jó, hát konkrétan mindent sikerül fölvinnünk egyszerre. Van itt lőszer, ezt nem. Jó, az amúgy se kell nagyon. Oké, húzi van föl. Nincs egy rohadt izé olyan, ott egy zombi. Zombi medve a kutya pihetököm. Hát ha valami fasz a loot. Ez nagyon jó. Láncfűrész! A bát fasza. Egyébként 9 darab izé. Mi a franc ez? Ez is tök jó. Van nálad még hely, haver? Nincsen helyed, mi? Ezt megint itt hagyjuk, bazze, látod? Mi a hülyeség? Jaj! Nem vagyok boldog tőled. Ez pont full izében vagyunk. Figyelj, ez a két robot most nagyon nem kell. Inkább vigyük fel azokat a dolgokat. Mondjuk az üzemanyagot meg viszont berakhatnám a motorba.
Mert úgyis ott kell, ezt az üzemanyagot vigyük, berakjuk oda. Ezekre a zombi medve farkasra érdemes lenne izelni, borászni. Tök jó, mert egyébként jó messziről meglátod, mert világít a szemem, mint az állat. Kéne egy ilyen pici kilátó ide. Az igen, azért összeraktunk két rész alatt egy olyan izajt, olyan epic bunkert. Ez nagyon durva. Ja, tényleg írjátok meg, annyit léci, hogy gameplaybe, vagy gameplayen kívül fejezzük be ezt az épületet, mármint a izére gondolok én, a upgrade-elésére, jó? Júj! Júj! Bazze! Azt hittem leestem. Nem baráti. Júj! Kézkolja az rengeteg van. Szuper. A vizékbe bele kellene rakni ugye egy darab ilyet. Egy darab ilyet. Meg szerintem ennél van a... hol vagy, bazze? Nem hoztam magammal ilyen izét is? Azt az üvegcsét? Tudom, az anyám valagába tette vel. Nem hoztam el ezt az üvegcsét. Akkor ügyes voltam. De tényleg az a mi lett? Kidobtam? Vagy én megint vak vagyok? Ó, gyerekek. Na mindegy. Kész kaja. Nincs több kaja? Nincs. Kaja alapanyag az viszont van. Kész pia. Mehet oda. Ammó. Nagyon jó. Eladó cuccok. Itt ugye ezt is annak nevezendő. Jó, de jó dolgok vannak egyébként. Szervetlen craft, tehát ezeket most újra kell tanulnom az egészet, sajnálom. És kacok, van tools is. Meg van, a szervetlen craftba megy ez is. Von szenem, a szenet azt szerintem a kaja alapanyagba be fogom rakni, és akkor innen majd ki fogjuk venni. Tools. Oké. Szelvetlen craft. Nagyszerű. És a fémbe. Kell nekem ide egy ilyen. Meg a fába kell. Ezt nem tudom leszkrepelni egyébként? Nem tudom, bazza. Tudom, mondom, lett volna belőle valami, de úgy látom, hogy nem. Oké. És a szervetlen craftba, a szerves craftba megy a rongy is. Oké, végre. Hol van a izőm? A drónom. Állj meg, bazze. Ez mindig megpróbál kimenni a látóteremből. Jót akar csinálni, én meg ideges vagyok miatta. Viszont jó lenne, hogyha itt maradj ott testvérem, mert jobb az nekünk. Haladó cuccok. Fa, nincs. Kő van. Fém, azt még nem ide rakom. Oké. Egészségügy, van valami egészségügy cucc? Van. Tökéletes. Szelvetlen craft, az van bőven, ez nem ide. Ja, kell egy alkatrész, azt is elfelejtettem. Szelves craftba mehet ez. És akkor kell egy alkatrész, meg kell majd egy modok. Ugye erre meg ez megy bele. A szelvetlen craftba meg még ez is belemegy. Meg a az alkatrészbe ez is belemegy. És az egészségügybe még ez is belemegy. És akkor ezt faszág vagyunk. Oké, akkor igazából meg vagyunk mindennel, ugye? Szükségünk lenne néhány craft. Ja, ott van a kettő darab izé is. Ez is. Oké, akkor fullos ez a kettő. Annyit kéne csinálnunk. Hogy ezt itt, nem tudom, hogy szétszedem.
mondjuk egy így, rakunk ide, rakunk ide, meg még rakunk majd a kohóba. Viszont azokat meg kellene csinálni, tehát kellene csinálnunk egy, hogy nevezik, forcs. Letrekkeljük és akkor nézzük. Kell hozzá cobblestone, ami lehet, hogy kurvára nincsen, de mondjuk lehet, hogy van. Oké, cobblestone, kellene hozzá fa, kellene hozzá vascső. Fából kell craftolnunk. Ilyet. Hány darab blokk kell hozzá? 3. Oké. Kell hozzá szelves craftból bőr. Kell a szelvetlen craftból ilyen, ez ilyen rohadtul kevés van. Viszont ilyet akkor kell craftolnunk, az meg bőr, meg hogy ez meg ruha. Ugye? Kell duct tape-et. Ebből egyébként mindig kurva sok kell, úgyhogy mondjuk most egy 5-öt craftolok. Ja, ilyeneket lehet, hogy meg kellene venni az árustól, és ezt nem lenne belőle, nem kéne craftolgatnunk. Jó, az megvan, akkor vascső kellene, de azt hiszem vascsövet nem hoztam, vagy lehet, hogy igen. De hoztam. Oké, akkor meg tudjuk csinálni a forge-ot. Tökéletes. Akkor a forge-unk már meg lesz. És akkor sorba meg tudjuk csinálni az összes dolgot. Lehet, hogy nem kéne annyira eltávolodni innen. A konyha az itt jó. Túl nagy az, az egész, nem? Nem túl nagy? Meg kell szoknunk, rengeteget futkorászok majd itt. Mondjuk lehetne itt is végig, nem? Konyha, és akkor az a helyiség, az mondjuk lehetne más. Mondjuk akkor ez lehetne ilyen nappali, vagy nem tudom. Fölösleges még. Még tovább izolnám, nem? Még tovább építkeznem arra. Lehet, hogy ide kellene a forge-ot. Forge, betonkeverő végig, aztán kész. Nincsen, mikor egy helyen van az egész. Oda meg akkor csinálunk egy szobát magunknak, vagy valami ilyesmi. Ezt ugye be kéne raknunk ezt is, meg ezt is. Jó, akkor ez megvan. Kérene egy workbench. Megtrekkeljük, mi kell hozzá? Szelvetlen craft. Oké, kellene hozzá vas. Sima vasrút. Bajos. De semmi gond, mert mindjárt csinálunk. Ugye ezt beszéltük, hogy ezt berakom ide. És akkor ezt meg elkezdjük olvasztani. Amikor nem is sok fémünk van. De valamennyi akkor lesz. Oké. Mi az, ami kell? Mi kell szeg, bazze. 100 darab szeg. Szerintem az viszont biztos, hogy nem hoztam. Úgyhogy a szeget is kell csinálni. 100 darab szeget kell csinálni. Kell csinálni egy darab duct tape-et. Oké. Kell 100 szeg, kell egy darab vasrúd, azt meg szerintem már tudom is csinálni. Oké. Meg ugye a szeg kellene 100 darab. Úgyhogy az is mindjárt egyébként meg lesz. Teljesen tökéletes. Oké, szuper. Jó vagyunk. Ugye erről beszéltem, hogy nem hoztuk el magunkkal, nem kell szétbarmolni, hanem igazából alapanyagunk van, akkor minden van. Bármit tudunk csinálni. Mi? Túl sok logot csináltam? Ezek szerint. Tökéletes. Ja, fákjákat kellene csinálni, nem tudom. Fákja az miből készül, már elfelejtettem. Meg gyertyákat, de ezt lehet, hogy megnézem mindjárt a izénél a Treedernél. Ez itt böszme jól néz ki. Hát itt tök jó lesz szépen kertet rendezni, mondjuk ide rakunk izéket. 4 darab ilyen kollektort, olyan kollektort ezt lehet, hogy kellene csinálnom. De nem, először csináljuk meg ezeket a crafting szuccokat, mit tudom, betonmixer, meg ilyen hülyeségeket. Na már izét csináltunk, meg majdnem megvan a 100, mindjárt meg lesz. Mixert kellene, ugye? Cement mixer, ahhoz rugó, ahhoz majd, hogy nem megvan minden, de vasat kell majd megint akkor 25-öt. Springem az van, engine-em. Engine-t azt hoztunk? Fű, engine-em nincsen. Ezt majd meg kell nézni a zárusnál.
Jó, a kaja alapanyag, kész kaján van bőven, nem kell szarakodnunk azzal. Nézzük, hogy mennyi van ebben. Ma van 67. Tehát akkor elég 30. 33, ugye? És a maradék akkor meg kell nekünk 25 darab iron a betonkeverőhöz. Szuper, jó van, oké. Minden szuper, gyerekek. Jó. Egyébként, ha vascső nem kell máshoz, akkor azt meg be lehet skrepelni, azt be lehet olvasztani a rákba. Jó, nem sok ironunk van. Viszont ezt már tudom is csinálni. Workbench-et kraftoljuk, 6 percig kraftolja. Szuper, jó, mindjárt megkész a workbench. Akkor itt lesz a konyha, gyerekek. Nem tökörünk azzal, hogy itt lesznek a kraftolós dolgok. Egyébként a ládák is lehet, hogy jobb lenne, hogyha ide elhelyeznénk. Csak nem tudom ide a másik oldalra mit csináljak. De hát aztán nem muszáj sok mindent csinálni. Majd később kialakul, vagy lesz valami vele, nem? Fasza. Meg a konyhánk is teljesen jó így. Jó. Ja, hát most egy csomó mindent kell kraftolnunk, úgyhogy ez egy ilyen problémás dolog. Idő kellene ugye nekünk, most ilyen vas kellene. Viszont keményen 20-25 darab. Pillanat. Meg lehet, hogy egyébként van lent cement mixer is. Meg lehet, hogy chemical station-je is van a csávónak. Úgyhogy az eladó cuccokból magamhoz veszek rengeteg pénzt. Itt van ez, itt van a bartás cuccom. Jó, oké, gyerekek, lemegyünk, jó? Mindjárt egyébként nyit, addig meg mit tudom, hogy vadászunk valami zombira vagy valamire, zombi medvére. Majd kell csinálni szénabálát, azt ki kell próbálni, hogyha innen leesek, akkor meg sebződök-e vagy nem. Ugye azt hiszem, hogy benn van nekem egy olyan modom, ami zuhanás ellen véd. Szóval fall damage-em nem tudom mennyi lenne, hogyha leesnék. Hogyha nem törik el a lábam és mit tudom én ilyen 10-15-öt vagy 20-at is sebződök, akkor simán leugrok, akkor nem fogok gyalogolni azután. Kutya-butya! Rendőr-zombi, rendőr-zombi, rendőr-zombi! More, nincsen nálam izé. Ragasztósz, vagy mi az? Kötszel, azt eltörtem a térdem. Riktig, nem? De nézzük már, nincsen egy véletlenül egy olyan izé kutya. Viszont ezeket lehet, hogy ki kéne szednem. Kellene nekem rengeteg. Meg volt ott egy hulláskocsi, azt is ki kéne gyújtanám. Kellene nekem sok minden. Ugye szeretnék ilyen... Jobb az meg ezek izé, öcsém, ezek élnek ezek a hullák. Ez azért lol, nem? Ezekből nem tudok kinyerni tényleg, zombikból semmiből. Tekár, nem? Raider volt. De egyébként olyan loot van, hogy az eszméletlen. Ja. Szükségem lenne virágládákra, hogy el tudjak kezdeni termelni mindenféle kaját. Úgyhogy nitrát is jöhet nyugodtan, meg jöhet a íze is, a romlott, vagy a íze is, a romlott hús is. Az se lenne hülyeség egyébként, hogyha visszamenne az ember. Hát ez a szarvas, nem tudom, hogy megmerjem előni. Mindenki rám fog futni el. Minden alkotó elemre szükségünk. Na, oppa, kinőtt az erdőnk. Mindjárt nyit a trader, azt megnézzük mindenképp, srácok. Sajnos nem látok egy darab zombi medvét, meg egy darab zombi kutyát se. Jó. Lehet, hogy bevásárolunk. Fú! Azért az brutál, brutál lett az a hely. Egy kicsit túl nagy. Kicsit túl nagy.
Várjátok, augára lehet, hogy kéne szednem egy kis vasot, amit majd beolvasztok. Bár ez nem valami nagyon erős. És nem valami sok vasot ad. Régebben egyébként szerintem ezek a beton tömbök, vagy cobblestone-t adtak, vagy cementet, vagy konkrétan beton, nem tudom, valami olyan rémlik, volt olyan időszak is. Jó, már nem fogunk augerelni. Sikító zombik! Ezek izével, kettesével járnak gyerekek, ott a másik. Ezek konkrétan nem is sikítottak, lol. Jó, de nem sebzünk kicsit. Sárkányos, ugye? Haver, ne ugráljál! Vadítod itt a kipőt, bassza, vadítod. Ja, meg világító berendezések, hogyha lesznek, akkor azt kéne venni. Meg igazából mindent is átnézünk, aztán hogyha találunk valami jó cuccot, akkor megvesztük, az lesz, srácok. Ja, meg kellene vasat venni, esetleg acélt is vehetnénk. Úgyhogy ezek mind tök jó dolgok lennének. Azt lehet, hogy azt csináljuk, hogy a következő részbe el fogunk menni májzelni. Ja, ezt már nem engedi. Következő részbe el kellene menni már csavarogni, nem? Mit szólnátok hozzá? Hogy ne csak építkezési legyen. Oh! Meg annyi tényleg, azt ne felejtsétek el, írjátok meg Léci, hogy hogy legyen, hogy gameplaybe vagy gameplayen kívül upgrade-eljen, meg ássak, meg mindent csináljak. Hát az a baj azért, ez nagyon sok idő még ezt az egészet, hogy felupgrade-elem meg minden. Gyerekek, zombi medvét láttok, szóljatok. Hogy zombi farkit. Ezt eltávolítom innen, mert csúnya. Itt is kellene csinálnunk majd egy gorást. Ja, ezt a fold image-et lehet, hogy letesztelem, figyelj addig, nem? Annyit kellene csinálni, kéne csinálni egy szalmabálát, és akkor megpróbálni, hogy ráesni, hogy mi történik velünk. Csak az a gond, hogy most pont le vagyunk szedálódva. Vája, egy bálát. Candle, oh. Jó, ebből pont tudunk egyet csinálni. Lerakjuk ide valahova. Fölmegyünk, aztán ugrunk a Prágba. Megnézzük, hogy mi fog történni. De tényleg abból a magasságból kéne, ugye, ahol valóban ki tudnék lépni mondjuk az ablakon. Na srácok, hát erre rá kéne ugrarunk. Nem olyan, hogy ez így menni fog. Mert hogyha ez megoldaná, hogy nem sebződök, akkor fognék egy csapóajtót, fölgyítanám, aztán ledobatnám magam. És akkor nem kéne mászkálnunk. Egyébként fölmenni még ezen nem is annyira veszélyes, csak hát sajnos mindig a rudon kell átmászkálni, egy idő után meg nem fogunk tudni a rudon átmászkálni, mert az ott majd egy rács fog lenni. Ugye a zombi váró miatt. Szóval ez így nem megoldás. Na gyerekek, figyeljetek, készüljünk. Na, szerintetek mi fog történni? Mondjuk lehet, hogy be kéne kötnöm előtte a lábamat. Egészségügy. Én meg kell szoknom. Nos, kacok. Imádkozzunk. Ebben meg nem ártana beraknám egy kis vasat. Jaj, megvan a crafting vagy workbench-em. Ebben meg rakok be vasat. Ez meg akkor mehet ide mellé, azt akkor kész, nem? És akkor olyan betonkeverő, meg egy chemical station esetleg, azt akkor meg vagyunk itt, nem kell olyan nagy helyre szétpakolnunk magunkat. Majdok, torch az mennyi? Hatot tudnak csinálni, wood kell hozzá, meg cloth. Az a baj, rengeteg cloth kell hozzá. Nagyon ciki dolog. Jaj, reggeledik, úgyhogy megyünk, jó? De meg ráugrunk erre a kotlára. Na, gyerekek, imádkozzatok, hogy ne sebződjünk.
Oppa, 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 pá, le tudunk jönni, hallod, instant. Ez kurva jó, akkor csinálok egy csapóajtót majd valahova, szerintem a létra alá, és akkor izé, ott kinyitom, és ping, ez tök jó lesz, jaj, de jó. Lejutás milyen gyors, nem? Nem kell szarakodnunk. Ja, még nincs idő ez a szar. Jaj, ez nagyon örülök neki, ez tök jó dolog, de viszont innen majd föl fogom verni. Hoppá, egy csapóajtót kell csinálnunk, annyi az egész. Vagy esetleg egy lukat, vagy bármit. Hát csináltunk egy sima lukat is. Nem kell oda csapóajtó. Ott nem fog mászkálni nagyon úgyse. Na jó napot kívánok, valamit remélem, hogy tudsz adni. Szeretnék vásárolni, jó? És mi igazából mindent is megnézek most. Nem rohanunk. Sorba mindent. Amire nekünk nagyon szükségünk lenne, azt mindent meg fogunk venni. Forgetsz, jaj. Várj, először Iron is jó lenne. De most először végignézzünk mindent, jó? Szépen nyugisan. Van benzined is, látom. Várjátok, mindenképpen fogunk üzletelni, úgyhogy már most meg menjen a Candy is. Ami nem loot bónuszos kellene, hanem a barteringes. Na, mert az üzlet mostantól. Van neki szídje, de csak egy darab, hát ilyennek nem sok értelme lenne. Animal fat, az semmi nem kell. A glue eset, a duct tape-et azt lehet, hogy érdemes lenne megvenni, mert abból mindig rengeteg kell. Az iron-t azt érdemes megvenni, mert azt nagyon kell. Itt van az izé. Ott van a, mi ez? Parkside. Lol. A glue-t, azt nem veszem meg. Itt van egy SMG, figyeld, 1-es és 12 000-be kerül, bazze. Egy 5-ös Tactical Assault Rifle 8800, érdekes, hogy az SMG 1-esen drágább. Miért drága az SMG? Vannak elektromos cuccai. Van cementje egyébként. Ezt lehet, hogy megveszi a Keeper. Figyelj, nem kell tökörészni. És ennyi. Ennyi, nem nagyon van nála semmi extra. Akkor végigpörgetek még egyszer, és akkor megnézzük az olyan dolgokat, amiket nem olyan rossz dolgok. Ezek nem érdekelnek. 10 darab van itt, meg ilyenek belőle, abból sem. Az acélt azt szerintem megveszik. 8600, le van szarva, kell. Van egy ilyen fújtató, ugye gyorsan van ez. Olvaszt. Figyeljetek, mire költsem a pénzt? Kellenek ilyen jó dolgok. Vannak ilyen modok, látod egyébként, ilyen. Ebből ugye, bánja, mod. Igen. És ugye akkor nem murky water lesz, hanem egyből sima víz lesz ugye a gyűjtőbe, úgyhogy ezt lehet, hogy érdemes lenne megint megvenni. Jó, bevásároltunk, teljesen oké. Köszönöm szépen az üzletet, fasza volt. Várjál. Még itt megnézem, hogy nincs valami. Ez kell, az elkendi kell. És a többi szerintem, a jailbreaker az is kell. Oké, fasza. Jaj, nagyon jó dolgokat sikerült vennünk. Piák között van valami érdekes? Nem nagyon, nem. Oké. Fasza, bevásároltunk gyerekek. Sőt, meg is tudjuk, le is tudjuk craftolni akkor ugye a cement mixerünket. Jó, akkor le tudunk jönni, de szét fogom verni. Ugye itt van körülbelül ott. Ide lelkünk legalább egy 4 darab ilyen szalmabálát, meg nem élére, vagy nem élére van ez. Lerakunk egy 4 darabot, hogy akkor amikor leesek, akkor ne is kell néznem nagyon, hogy hova esek, hanem konkrétan egyből ráesek. Na, ez viszont fasza lesz. Na, hát szuper, nagyon örülök gyerekek, hogy olyan magasságból le tudunk érkezni, hogy nem sebződünk semmit, és nem törik el a lábunk.
Ez, hoppa, ugye túl vagyok terve, jó, mert ezt hordom most. Szuper, nagyon jó. És ugye a följutást is valahogy majd meg fogjuk oldani. Hát azt meg valószínű, hogy létrával. Igen, fákját nem vettem, meg klotot nem néztem meg, de azt hiszem nem zsolt klot. Ezért cement mixet meg kéne csinálnunk. Ja, nincs motorom, bazza. Motort, azt viszont tudnék szerezni. Várjál, a túlok. Csak megint rohadt hosszú lesz ez a videó, meg fogtok ölni. Ez viszont be tudnám rakni ide. Kicsináltam. Ja nem, hol van? Ezt akartam berakni. Meg le kéne craftolni egyébként, szelvetlen craftból. Kettő darab. Ilyet, collector-t. Egyébként ez a cooler, ez mire jó, bazze? Ugye csak ilyen tárolóra. Kettő ilyen collector-t lecraftolunk, az tök jó lesz. Gondolkodjál, Keeper, mit szerettél volna még? Ez itt megy, jó, ez megy. Ja, egy-két kocsit lehet, hogy szét kéne nagyon gyorsan kapni, hogy legyen motorom, és akkor legalább a cement mixerem legyen meg már rám. Ugye legalább kipróbáljuk meg egyszer ezt a lezúrás és projektet. Hát ez perfect, hallod? Jóhohohoho! Hallod, ennél gyorsabban nem jutsz ki az ajtó, hogyha úgy jössz, nem? Úgyhogy ez nagyon megéri. Kurva jó. Na, egy ajtó, egy izai kellene, egy motor. Egy motor kellene, remélem, hogy dob motort. Várjál, megnézzük, mi van benne. Nagyon gyorsan izélek még el. Gyűjtünk cuccokat. Júj, bazz, meg mi a fasz dobjak ki. Mert ugye ez meg tele szemeteli most az inventorinkat keményen. Jaj, gyerekek. Ó, az egy szeg. Ez mi esik le? Spring, ó, most meg fullon. Ó, Istenem. Hol van a izém? Ja, fölhagytam a drónomat. Az olyan triviális dolgokat, basszus. Küj, mondjuk ott volt egy homok, dik. Amikor most egyelőre nem kellenek, azokat kidobtam. Vagy kiraktam. Ja, izére tudnám szedni be az a Parkside-ra, hogyha nem lettem volna hülye. Mocit akarok? Ezt lehet, hogy ezek nem is dobnak motort. Ugye? Ez úgy jó. Én ezt nem lehet szétszedni. Mi ad motor, gyerekek? Rengeteg vasat is ad, úgyhogy ez tök jó egyébként, mindenféle cuccot tudsz ebből kinyerni. Hát talán jobban kapod a vasat, mint hogyha ezeket a szarokat itt elkezdem szétverni. Jó, megnézzük ezt is meg. Tudja, olyan loot lesz, amit nem fogok tudni elrakni, de nem az. Mondjuk itt... miért van? Ebből lehet valamit csinálni? Mit lehet? Ó, ilyen modot lehet csinálni, oda nézzél. Járműbe tuning modot, lol. És ezt meg is kéne tartanom, mert tudnék ilyen supercharger-t szerelni. És ez melyik, miben jó? A top speed-et növeli meg a izét. Hát ezt akkor meg is tartom, hallod? Ez viszont kurva jó dolog. Akkor kell egy ilyen modot csinálni mindenképpen. Nincsen motorunk. Jaj! Viszont tudok még egy kollektort csinálni, mert már van annyi műanyagom. Nincsen motor. Lehet, hogy nem is fog jönni így. Lehet, hogy ezt csak úgy tudom izolyan kapni. Nem lootként. Valamit nem értek. Mi vagyunk túlterhelve? Eddig nem voltunk túlterhelve. Akkor most hogy sikerült azt összehozni, hogy van egy darab hely, hogy túl vagyunk terhelve? Eddig nem is volt ilyen, gyerekek.
Ezt most valaki magyarázza már meg nekem. Most ezt hogy sikerült összehozni, hogy túlterheltük magunkat? Hm? Pedig rajtunk van az összes ruci. Ezt hogy a francba sikerült összehozni? Hát a modokat nem változtattuk, meg nem csináltunk semmit. Hogy lett egy darab túlterheltségük? Ez érdekes, mi? Gyerekek, ez érdekes, de lehet, hogy elbúcsúzom, mert lehet, hogy hosszú lesz ez a videó kurvára. És akkor már nem akarlak fárasztani benneteket ezzel. Nagyon gyorsan fölmegyek, és akkor tényleg búcsú lesz. Annyi, hogy... Ja, nem értem, hogy miért vagyunk túlterhelve most. Ezt halál komolyan nem értem. Hogy mi az az egy darab hely, amikor konkrétan szerintem nem vettünk ki egy darab modot se, és eddig nem volt ilyen túlterheltségük. Mondjuk tudok berakni, nem olyan nagy gáz. Csak nem értem. Hogy ezt hogy sikerült összehozni. Hogy eddig nem voltunk túlterhelve. Ja, beton keverőhöz majd egy motor kellene, de egyébként nem is olyan rohadt szükség, nem is olyan nagyon sürgős. Ennek ezeknek a lába itt meg lehet, hogy egy ilyen három blokk magasan meg lehetne még egy szerelősíteni, és akkor az úgy jobb lenne. Nem értem ezt a túlterheltség dolgot, gyerekek. Komolyan. Tudok már még egy vízgyújtót csinálni. Egy négy darab kellene, azt akkor az a bőven el lesz elérte, akkor lesz annyi vizet, hogy mindenhez is elég. Ugye a víz az nem csak a pia miatt kell, hanem ugye, hogy tudjál, mondjuk glút vagy nem tudom, pár darab dolg, még van egy talán, amit kraftolni tudsz belőle. Oké, okay. Jó, hát sötét van, mint az istennyire, az biztos. Oké, gyerekek. Nem a crafting table-ben van, hanem ebbe. Ezt be kéne rakni a mindset ittenéig. Hogy gyűjjön benne a cucimuci. Oké, ezt a supercharger módot viszont lehet, hogy meg kéne csinálni. Ugye, recept. Ezt meg itt tudod megcsinálni. És le is tudjuk craftolni, és akkor ezt be tudjuk dobni majd a verránkba, és gyorsabb lesz, jobban gyorsul, a végsebessége is jobb. Azt szerintem tök jó. Egyébként meg lehetne nézni ezeket a jármű modokat. 4x4-es truckot meg tudom már csinálni, ne szórakozz el velem, azért nem tudom meg megcsinálni szerintem. Sőt, még ez sem. De érdekes, miért nem így lakatnak? Ja, mert az ízét nem tudom megcsinálni neki. Ezt. Úgyhogy anélkül hiába is. A drónnak, itt van a izéje, ez, hogy mi kell hozzá, és akkor ugye gyógyít téged. Ő mit csinál? Morál booster. És az mit csinál a morál booster? És stamina reget ad 10%-ot, hogyha ez rajt van ez a mód. Hogyha ez a mód, akkor gyógyít. Hogyha ez, akkor mit csinál? De ezt nem tudjuk még megcsinálni. Ez egy ilyen média, ha látom. Annyi, hogy ez lámpa. És hány drop slot van? Mert egyébként ezt megcsinálnád, meg ezt. Három ilyet, és ezeket meg is tudjuk csinálni. Ezt is meg tudjuk csinálni, nézd meg. Konkrétan már nálam van az alkatrész. Akkor ezek tök jó dolgok. Ebből például mi nincs meg? 100 darab rony kell hozzá. Electric pot. Ezek rohadt jó cuccok, gyerekek. Mondjuk ez a cargo mód már egy marha jó dolog, de viszont meg kéne néznem. Ezt el tudom rakni? El, ugye? Meg kéne néznem, hogy ez hogy működik. Mondjuk meg kéne javítani például. Leszkrepeltem volna, azért azt benéztük volna mi.
hogy a milyen módosítás, három darab slot fér, az beteg jó. Na jó, a gyerekek elbúcsúzom, mert tényleg brutál sok idő elment. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem tetszik a bázis, amit képítettük. Ez a lépcső, ez kifejezetten nagyon imádom. Innen várlak benneteket a következő részbe, ha csak nem annyit javasoltok, hogy gameplayen kívül upgrade-eljen fel az egészet. Aztán akkor tényleg úgy fogom tenni, megcsinálni. Jaj, ezt annyira bírom, oda néz! Ez? Azért ez epic. Szerintem itt nagyon határon mozgunk, hogy ilyen magasról leugrunk és semmi bajunk nem lesz. Tényleg oda fogunk rakni, hogy jó, oda rakjuk a csapóajtót. Nincs izé? Nincs egy zombi medve még így a végére? Ez a zombi medve mániám lett. Nincsen, soha nincsen. Meg elmehetnénk küldetésre, az írjátok meg, mit szeretnétek a következő részben, jó? Bocs, hogy eddig tartott ez az építkezés, meg még tartani is fog egy kicsi ideig, de hát konkrétan mondhatni már készen vagyunk. Maga az épület az áll, berendezés szinte kész, egy-két dolgot kell megvalósítani, és már is azt csinálunk, amit akarunk, van egy nagyon jó védett bázisunk. Köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!